A nyugat elleni nagy honvédő háborúnak nevezte Putyin mai ünnepi beszédében az orosz-ukrán háborút, amelyben egyszer sem mondta ki Ukrajna nevét. Azt viszont hangoztatta, hogy Oroszország megelőző csapást mért az agresszióra. Jó estét kívánok, ez itt a Hősök Tere Alapítvány online szalonja. Orosz Györgyi vagyok, a szervezet kuratóriumának elnöke. Mindjárt olvasunk a sorok között, és Ráczandás Oroszország szakértővel, utána pedig keleti Artúr kibertitok szakértővel beszélgetünk a virtuális térben zajló háborúról, és megpróbálunk ennél annál többet megtudni, mint amennyit olvashatunk róla. Azért szervezünk ezeket az estéket, hogy önök, ti kapaszkodókat kapjatok ebben az elbizonytalanodott világban, és hogy jobb, alaposabb döntéseket hozzatok, hogy tegyetek másokért. Reméljük inspirációt és motivációt is adunk ehhez ezeken az estéken. A Hősökere Alapítványban főleg pedagógusoknak és diákoknak szervezünk programokat azért, hogy ne maradjanak bámészkodók váratlan vagy kiszámítható helyzetekben, és megmutatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy cselekvőek legyünk egy bénító vagy bizonytalan szituációban. De ez a szülőknek is fontos. Úgyhogy a napokban indítottuk el az NLC-vel közös szülőszerviz podcastunkat arról, hogyan legyetek ti is feketeöves nincsák a gyereknevelésben. És ha vezetőként érdekel, hogy hozhatsz ki többet a csapatodból, azaz, hogy dicséri jól, hogy kezeld a hibákat, hogy biztassa felelősségvállalásra, mihez kezdj a cégen belüli előítéletekkel, hogy építsd a környezettudatos viselkedést, szóval ha ezeket meg akarod oldani, meg meg kell oldanod, akkor gyere el a Business Festre június 9-én a millenárisra. Mi ott leszünk és segítünk. Ebből a körből nagyon sokan büszkék lehettek magatokra. Azokra utalok most, akik a háború kezdete óta anyagilag, munkával, szervezéssel, szállítással, lakással segítik az Ukrajnából, vagy Oroszországból menekülőket. Annyian vagytok, hogy felsorolni hosszú lenne, ezért most arra kérek mindenki mást, meg titeket is, hogy csak gondoljatok tisztelettel egy-egy ilyen barátra, mert megérdemli. És közben tudom, fáradunk, fogyatürelem, kevesebb az érdeklődés, és néha kevesebb az információ is. Viszont a probléma itt van velünk, és bizonyos részeit még nem is érzékeljük. Mi ezért is tartunk ki a szalonok szervezése mellett a következő hetekben is. És ha gondolatban mindenki megemlékezett egy barátjáról, aki sokat tett az elmúlt hetekben, kezdhetjük a beszélgetést. Vendégünk ma este Rácz András, Oroszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának kutatója. Szia András! Ja, szép estét mindenkinek! és utána itt lesz velünk keleti Artúr, Kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója, az önkéntes kibervédelmi összefogás elnöke. Andrással is Artúrral abban maradtunk, hogy először Andrással beszélgetünk, aztán Artúrral folytatjuk. András, mi az, amit ki kell olvasnunk a mai Putyin beszéd sorai közül, mert a sorokat meglátjuk. Mi az, ami nem volt benne? Köszönöm szépen. Hát a leglényegesebb, ami nem volt benne, az az, hogy nem jelentett be sem általános, sem részleges mozgósítást, és nem jelentett be hadi állapotot sem. Na most ez olyan értelemben jó hír, hogy, hogy akkor Oroszország továbbra is hivatalosan nem hadviselő fél, hivatalosan nem háborúban áll Ukrajnával, hanem ott csak különleges katonai művelet zajlik. Tehát nem áll át Oroszország hadi állapotra, nem vezet be rendkívüli állapotot. Tehát Oroszország a továbbiakban is úgy fog működni, mint eddig. Ugye a hadi állapot esetén gyakorlatilag bármit meg lehetne tenni, túl azon, hogy először a tartalékosokat mozgósítják nyilván több hullámban, tehát nem egyszerre, de attól kezdve a, a gazdaság is más működésre állna át, lehetne államosítani, mindenféle lehetne csinálni, még kevesebb emberi jog tudna érvényesülni, mint eddig. Tehát ilyen értelemben az, az jó hír, hogy egyelőre nem jelentették be a hadi állapotot. Na most az viszont, hogy a jövőben ezt megteszik-e, erre nem tudunk semmit. Ezt egyszerűen nem tudjuk, ez ugyanúgy lóg a levegőben, mint eddig. De Aztán úgy tűnik, hogy a... ez lehet? Pessék? De úgy tűnik, hogy azért ez is benne van még a pakliban? Most jön az a rész, hogy, hogy hogyan tűnik ez az egész dolog. A, a negatív értelmezése annak, hogy Putyin nem jelentett be mozgósítást, az, az vagy az egy lehetséges értelmezés, hogy ezt azért nem jelentette be, mert úgy ítéli meg az ukrán hadseregről rendelkezésére álló információk szerint, hogy a meglévő erők is elegendőek. Ugye az ukrán hadsereg állapotáról nyílt források gyakorlatilag semmit nem tudunk. Tehát az ukrán haderő kommunikáció az még zártabb, mint az orosz. Tehát ez, ez egy ilyen nagy fekete doboz, nem tudjuk, hogy mi van benne. A hiányt látjuk, meg, meg néhány apró puzzle tudunk, ami azt mutatja, hogy, hogy a helyzet rossz. De hogy pontosan mennyire rossz az ukrán haderő helyzete, ezt nem tudjuk. Azt, hogy az oroszok nem érezték szükségét annak, hogy nagy számban mozgósítsanak tartalékosokat, vagy mozgósítást rendeljenek el, ez Szerintem azt biztosan hogy az ukrán haderő, hogy a különösebben fényesen, biztosan nem áll. Ugye, tudjuk egyébként, hogy Oroszország a élőerő hiányt, tehát a létszám hiányt egyelőre nagyjából önkéntes eszközökkel igyekszik pótolni, igyekszik befoltozni őket. Tehát nagyon magas anyagi juttatás ígéretével, de alapvetően önkéntesen próbálják visszahozni a nemrégiben leszerelt tartalékosokat. És úgy tűnik, hogy Putyin úgy ítélte meg, vagy az elnökök adminisztráció úgy ítélte meg, hogy ez elegendő lesz. Meglátjuk, hogy ez meddig marad így. Na most ettől ezt leszámítva egyébként maga a mai beszéd az nagyon konzervatív, nagyon reakciós volt az engedmény árnyéka nélkül. Tehát továbbra is ott van az a narratíva, hogy, hogy Ukrajnában fasiszták vannak, nácik, hogy Ukrajna arra készült, hogy, hogy megtámadja Oroszországot, és ez egy preventív csapás, és gyakorlatilag egyszerűen fogalmazva Putin kimaxolta ezt a második világháborús analógiát, tehát azt olyan beállításba helyezte Oroszországot, mintha valami áldozat lenne Oroszország, az Ukrajna és a nyugati agresszív áldozata. Tehát ez, ez egy ilyen nyisságú egy lépés sem hátra megközelítés. Ez, ez, nem úgy tűnik, mintha, mintha egy bármiféle kompromisszumra készül az orosz vezetés. Amit lehet úgy interpretálni, hogy, hogy eléggé biztosak magunkban. Maga a parádia az, az sikerült, Légi bemutató sem volt akkor, amint tervezték hivatalosan rossz idő miatt, bár Moszkvában ragyogott a nap. De igazából ez, hogy, hogy tényleg konkrétan mit volt mutatnak föl, ennek inkább szimbolikus jelentősége van. Tehát itt a, a, a nagy bejelentés elmaradása az mindenképpen jó hír, mert, mert legalább Ukrajna akkor ez, ez, ezzel hogy nem szembenézzen, de különösebb optimizmusra ezzel együtt sincs És ugye azt már tudtuk május 9 előtt is, hogy május 9-e biztosan nem lesz különösebben határnak tehát, hogy olyan nem lesz, hogy május 9-én még harc van, 10-én meg már nincs. Vagy hogy valami átütő dolog történne azonnal. Tehát a mozgósítás is, ha bejelentették volna, vagy ha később jelentik be, ez egy több hónapig tartó folyamat. Tehát itt, uh, itt egy picit túlzók voltak az elvárások, uh, sokak számára május 9 én kapcsán. Na most, ami elég biztosra vehető, hogy két nappal május 9 én előtt, 7-én befejeződött a polgári lakosság evakuálása Máriupolból. Tehát az Azovsztál üzemben az Azov ezred megmaradt katonái vannak mostanra, és senki más. És már az ukránok is azt mondják, hogy befejeződött az evakuálás. Tehát ha valakinek lenne, még beszélne az ott levő civilekről, azok az ukránok. Tehát azt, hogy az ukránok is azt mondják, hogy nincsenek bent civilek, az azt jelzi, hogy most már csak katonák vannak bent, és Oroszország azt a szándékát már látható hetekkel ezelőtt feladta, hogy az üzemet nagyjából épségben kerítse kézre. Tehát innentől azzal lehet számolni, hogy az azok belüli ellenállást záros időn belül fel fogják számolni. Ettől kezdve pedig mutatok egy térképet, hogy körülbelül hogy állunk. Azt megköszönöm. Megpróbálom. Uh, most elvileg látnotok kell egy megosztott térképet, ugye? Igen, látjuk. Na most, ha, át, ha áttekintjük a frontvonalat, ugye ezzel a térképpel lehet dolgozni, az Institute for the Study of War térképe, ez egy nyilvános forrásokból jól elérhető, elég részletes térkép, tehát arra a célra, mert nekünk kell arra jó. A jó hír, hogy Harkiv környékén, itt ahol az egérrel pilinckázak vagy egerészek, itt, itt Harkiv környékén kifejezetten sikeres a ukrán ellentámadás, ha picit lejjebb tekerünk, ugye van részletes nagy felbontású térképünk, ugye ez Harkiv, azt látjuk, hogy az ukránok visszaszorították az orosz haderőt, ugye kék, kék az ukránok által visszaszerzett területeket, tehát Harkiv Túl lassan, elég messze nyomják az orosz erőket ahhoz, hogy az oroszok hagyományos csöves tüzérséggel már ne érjék el Hárkivet. Másképp fogalmazva, a Hárkiv úgy sújtó szenvedés és pusztuláshoz egy picit csökkenni fog. Mert a, a, a csöves tüzérség ható a város kívülre kerül. Rakétázni fogják továbbra is. A rossz hír, hogy bár ez az ukrán ellenoffenzíva, ez Hárkivon segít, de a legfontosabb front egy kicsit lejjebb tekerünk, ezen a kelet-ukrajnai kiszögellésen, ez a szlaviánszki kiszögellés ezen kevésbé. Mert hiába érnek az ukránok Harkivnál rész sikereket, az itt a kelet-ukrajnában zajló orosz hadműveletek ellátási vonalait igazából nem tudják veszélyeztetni, mert ezek az ellátási vonalak itt Iziumtól még keletre, észak-keletre futnak. Tehát elég messze van az ukrán ellentámadás attól, hogy itt ezeket az orosz ellátási vonalakat érdemben veszélyeztetni, tudja ráadásul a földrajz is viszonylag komplikált. Tehát hiába érnek az, az ukránok Harkivnál sikereket, ez Harkivnak nyilván óriási könnyebbség, de ezzel együtt a kelet-ukrajnai helyzet még nem fog enyhülni, mert mindjárt beszélek erről, hogy ne, hogy kikussak 25 Na most Harkivnál, ahogy az ukránok szereznek vissza településeket, e sajnos nem nagyon valók feltételezni, hogy az emberi jogi helyzet ezeken a településeken érdemben jobb lenne annál, mint amit Kiev-től találtak. Másképp fogalmazva, bőven benne van a pakliban, hogy, hogy további tömegsírok fognak előkerülni, és a polgárlakosság ellen további atrocitások bizonyítékai hogy fognak előkerülni, azzal együtt, hogy a Kiev-től levő területeken sem vagyunk még a végén. Tehát még ott is ez egy, ez egy jelenleg nyitott végű történet, nem tudjuk, hogy pontosan hány emberre és mit csináltak az oroszok, ez, ez folyamatosan zajlik. Itt a visszaszerzett területeken, itt feltetően szintén elég rossz lesz a helyzet. Na most ez a bizonyos kelet-ukrajnai frontvonal, ez egy viszonylag nagy felbontású térkép. Itt a, ugye úgy tűnhet, mintha itt nagyon nagy elmozdulás nem lenne, hiszen ugye elég nagy távolsággal beszélünk, tehát ahogy az egyenre végigmegyek, ez így 60 km. Tehát hiába tűnik a térképen egy picinek, ez valójában óriási távolság itt a kelet-ukrajnai frontvonalon, itt, itt, igazából csak rossz hírek vannak. A legfontosabb rossz hír, hogy itt ennél a Popászna nevű településnél az oroszok áttörtek, tehát megszerezték ezt a területet két nappal ezelőtt. Popászna volt a kelet-ukrajnai frontvonal, ugye ez a frontvonal ez 7 esztendeig, 15 nyarától 22. februárig nagyjából egy helyben, egy helyben volt. Popászna volt ennek az egyik megerőzített pontja, tehát Popászna az, az 7 évig ukrán kézen volt. Ez egy nagyon-nagyon erődít, nagyon erős ukrán állás volt. Elesett, elvesztették az ukrán haderőként ennek a visszavonulni. Amennyire tudjuk, és tényleg itt az ez a effektor, tehát keveset tudunk az ukrán haderő állapotáról, de amennyire tudjuk, a legközelebbi megerődített pozíciójuk az itt valahol Bachmutnál van, Bachmut előtt. Tehát itt a, a papásznától nagyjából 30 km-levő szakaszon, nagyon sok minden, ami meg tudná fogni az oroszokat, nincs. Tehát itt meglátjuk, hogy az orosz haderő, mit fog csinálni. Ha előre tudnak nyomulni, itt ahogy ígérre mutatom, minél tovább tudnak itt nyugat felé előre jönni, párosítva itt a Jánpiltól délre zajló át, e, orosz átpörési kísérlettel, ugye itt látszik, hogy alakul egy ronda nagy hadászati bekerítés, itt a szeveredonyász Kriszti területet védi ukrán erők keszemben. És ott jelentős ukrán erők vannak. Tehát, hogy ez az a dolog, amit a következő napokban figyelni kell, hogy itt mennyire sikerül ezeket az orosz erőket lelassítani, akár tapasztalnál, akár Jampilnál, és ha nem, akkor mennyire sikerül ebből a bekerítésből kivonni az ukrán erőket. Ha ugyanis a válasz nemleges, tehát hogy nem sikerül, akkor nagyon könnyen előállhat az a helyzet, amit a háború elején már kétszer előállt. Ugye a Minsk egy megállapodást 2014. szeptemberében nagyjából ugyanolyan körülmények között kötik, mint a Minsk kettő megállapodást 15. februárjában. Mindkét esetben nagy létszám ukrán erők voltak bekerítve a megsemmisítés szélén, és az oroszok gyakorlatilag a bekerített ukrán erők életével zsarolták az ukrán vezetést. Ha ez a hadászati bekerítés összejön, eh, akkor ezt a forgatókönyvet az oroszok harmadjára is Van egy olyan értelmezés, hogy Putyin azért nem jelentett be általános mozgósítást, vagy részleges mozgósítást, mert ha ez a bekerítés összejön, akkor elég erős lehető ahhoz, hogy mozgósítás nélkül is meg tudja törni az ukrán vezetés ellenállását. Nem tudjuk. Tehát ezt, ezt folyamatosan figyelni kell, mind a Jampili kritikus, mind papásnak kritikus. Tehát ha itt előre tudnak menni, akkor, akkor abból baj lesz. És hogy itt egy picit uh, kitágítsam a képet a végére, nem, nem akarom szétbeszélni. A, amit tudunk, ugye itt a Harkivi frontvonalról, keleti frontvonalról beszéltünk, közben Hersonnál, itt ugye dél nyugaton. Itt a frontvonal viszonylag stabil, az ukránok ellentámadnak, az oroszok visszaverik őket, tehát Herson és Mikolajev között hullámzik a harc. De itt a katonai cselekményeknél lényegesebb a politikai dimenzió. Oroszország úgy tűnik, hogy az utolsó fázisban van annak, hogy kikiáltsa az úgynevezett Hersoni népköztársaságot, követve a kelet-ukránában 14-ben látott mintát. Tehát elindulnak azon az úton, hogy Herson megyét, és hát lehetséges, hogy Zaporizsia megyét, és ezt még nem tudjuk, de hogy Herszon megyét is elkezdjék idézőben intézményesen kiszakítani Ukrajna területéből. Mert ugye, ha kikiáltanak egy Herszoni népköztársaságot, és annak mondjuk Oroszország elismeri a függetlenségét, esetleg annak felé mennek, tehát a Krímhez csatolják mondjuk, akkor onnantól az a terület orosz annexió esetén D. Jure, nem ukrán jog szerint, nem nemzetközi jog szerint, de orosz jog szerint a föderáció részévé válna és onnantól Ukrajnának ezt nagyon-nagyon nehéz volna visszaszerezni. Tehát amíg kelet-ukrajnában a katonai fejleményekre érdemes figyelni, addig itt a Helsoni régióban az a leglényegesebb eseménysor, hogy Oroszország hogyan halad azzal, hogy Herzog kiszakítsa Ukrajna területéből. Tehát nagyjából, nagyjából itt tartunk, a helyzet nem jó, a nyugat nehéz fegyverek elkezdtek beérkezni Ukrajnába, de néhány hét még kell ahhoz, ugye itt a nehéz tüzeségről beszélünk, a amerikai 155-ös lövegekről, francia lövegekről, minden ilyesmiről, messze hordó modern tüzérség, de ezek egyelőre még nem értek oda a frontvonalra. Tehát Ukrajnában van a felszerelés nem nagyobb része, már néhány száz ukrán kiképezte a kezelésére, de egyelőre ez még, ez még nem bevethető, ennek még kell egy pár hét. Tehát ezt a pár hetet kéne az ukrán haderőnek kibekkelnie, nagyobb vereség nélkül. Én ezt sajnos egyre inkább kérdőjelesnek érzem, körülbelül így tartunk. És köszönöm szépen a meghívást, ha ha van kérdés, akkor igyekszem válaszolni. Köszönöm. Még azért egy pár kérdés, én biztos föltennék neked, a nem bánod egyrészt, hogy az orosz hadsereg milyen állapotban van? Ugye ez is, ez is fekete doboz, de egy kicsit kevésbé fekete doboz részben azért is, mert gyakorlatilag a komplet nyugodt az orosz hadsereg állapotának feltételezésével foglalkozik. És ugye az orosz haderő azért is tudunk többet, mert az ukrán haderő kapcsán van egy olyan kialakult konszenzus a szakértői meg elemzői körökben, hogy amit tudunk, azt sem mondjuk el. Tehát nem osztjuk meg az információt az ukrán haderőről, egyszerűen azért, hogy ne segítsük ezzel a másik oldalt. Az orosz haderő kapcsán pont az ellentéte zajlik, mindenki aktívan osztja meg az információt, hogy minél jobban fel lehessen térképezni, hogy Moszkva éppen mit csinál, mire készül. Amit tudunk az orosz haderőről, hogy az utóbbi néhány hétben lelassították a hadműveleti tempót, most már úgy háborúznak, ahogy tudnak háborúzni nem próbálkoznak villámháborúval, nem vágnak bele meg gondolatlan akcióba, hanem sokkal lassabban, szisztematikusabban haladnak előre, kihasználva a tüzérségi fölényt, kihasználva a légi fölényt. Tehát itt az orosz hadsereg vesztességei a korábbi időszakhoz képest komparatíve csökkennek, ezzel együtt ezek a vesztességek továbbra is súlyosak. Ugye az ukránok azt mondják, hogy 24 ezek körüli orosz katonát öltek meg, ez egy picit soknak hangzik, de ha egy nagyon konzervatív bestést veszünk alapul, nagyjából 15 ezer orosz halottat, ugye a halott sebesült arányt nem túl fejlett katonai egészségügyi rendszerektől, mint az orosz, úgy szokás számolni, hogy egy halottra körülbelül három sebesült jut, ebből háromból kettő súlyos. Tehát olyan, aki politraumás, áthatoló sérülés, a végtag mindegy, tehát hogy nem fog többet harcolni. Ha nagyon konzervatívan számolunk 15 ezer halottat, akkor ahhoz tartozik még legalább 30-35 ezer súlyos sebesült, aki, aki, aki kész. Tehát, hogy életben is marad, ebben a háborúban már nem vesz részt. Tehát nagyon konzervatív bestések szerint is Oroszország legalább 50 ezer embert véglegesen elvesztett, és ehhez jön még 15-20 ezernyi könnyű Egy 200 ezeres kiinduló kontingensből. Ez nagyon-nagyon sok. Tehát ha csak a halottakat, súlyos sebesülteket vesszük, az a támadó erő 25 százaléka. Egy negyede. 70 nap alatt. Ez iszonyatosan sok. Tehát ezt a fajta vesztesség, vesztesség tempót ezt a ha ilyen ütemben veszítik el a katonáikat, ezt nem lehet sokáig bírni. A kérdés az az, hogy az ukránok veszteségei mekkorák. Ez, ez a, fajta felőrülő hadviselés, amit kelet ukránál az utóbbi hetekben látunk, eb, itt jellemzően nem szokott olyan átütő különbség lenni támadó és védekező fél között. Tehát sajnos megalapozottan lehet azt feltételezni, hogy itt az utóbbi hetekben az ukrán és az orosz vesztességek azok nagyjából pariban vannak. Tehát körülbelül ugyan, 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 ugyanakkor a vesztességeket szenvednek el és Oroszországnak sokkal több tartaléka van, mint Ukrajnának. Tehát itt az, hogy Putin nem érezte szükségét bejelenteni a mozgósítást, az azt jelenti, hogy feltetően viszonylag sikeresek abban, hogy kötelező mozgósítás nélkül önkéntes alapon tudjanak behozni. Még, még további bevethető haderőt. És, azt, és nekem azt mutatja, hogy úgy értékelik, hogy az ukránokat le tudják győzni a meglévő, vagy éppen már bemozgatásban van lévő erőkkel. Tehát ez, ez, nem pozitív fejlemény. Tehát az orosz hadsereg vesztessége is súlyosak, de szárazföldön egyelőre bírják. Ami érdekesebb az a flotta, tehát ugye a, a Moszkva cirkáló mellett, Oroszország elvesztett már egy nehéz partra szállító hajót, elvesztett egy könnyű partra szállító hajót, elvesztett néhány járőrhajót, ami elég markáns ahhoz képest Ukránnak ugye nem maradt flottája. Tehát, hogy egy flottával nem rendelkező ellenféle, szemben elveszteni mondjuk az ászlós hajót, ez, ez viszonylag ritka. Ezzel egy, tehát ez az egész azért történik, mert Ukrajna rendelkezik ugye nagyon modern hajó elleni rakétákkal, ezek intézték a moszkva cirkálót, és és a drónok pedig elég hatékonyan tudják támadni kisebb orosz hajókat. Miért jelentős az egész, miért kell a hajókkal foglalkozni? Azért, mert ezek a hajók, próbálok keresni egy jobb térképet, hát ha jobban látszik, nem bizonyos segít rajtunk, de ezek a hajók azok, amik blokád alatt tartják, Odessa kötőjét Pont nincs Odessa térképünk. Tehát itt ugye Ukrajna az azovi tengerhez való hozzáférést már elvesztette mm. teljes egészében. Mariupolnak is gyakorlatilag vége van, mint városnak biztosan, és sajnos, mint ellenállási gótnak is hamarosan. Kérdés az, hogy Ukrajna fekete tengeri hozzáféréséből marad-e valami. Itt jelenleg az orosz hajók visszavonultak nagyjából 200 km távolságra a parttól, mert az ukrán hajóelni rakétáknak ennyi a hatótávolsága, de ezzel együtt a blokkádot fenntartják. Tehát Ukrajna a továbbiakban sem lesz egyelőre képes például mezőgazdasági terményeket exportálni a világpiacra. Tehát itt, itt a Fekete Tengeren az, hogy ténylegesen ott mi történik, ez is, ez is odafigyelős, azzal együtt, hogy a háború sorsát nem ezt fogja eldönteni, hanem a kelet-ukrajnai front. Tehát ha rangsorolni kell, akkor a kelet-ukrajnai frontot kell figyelni leginkább. Értve azt, hogy amit elmondtál most az orosz haderőről, megértve azt, hogy hogy miért nem tartott, vagy nem volt érdeke Putyinnak, hogy bejelentsen egy egy erősebb gondolatkört a, a mai győzelem napján, és közben pedig látva azt, hogy az eredeti cél azért nem az volt, ezt már te is sokszor elmondtad, ami most, hanem hogy Kiev bevétele is, de hogy ezzel együtt mi az, ami meghatározza azt, hogy hogy mikor lesz, vagy mivel lesz vége a háborúnak, mikor lesz vége nyilván, amikor vége lesz, de hogy, hogy meddig tart a háború. Min múlik ez? Az, hogy nem teszem, hogy pontosan mondta de nagyon-nagyon markáns megfogalmazás, hogy ha Oroszország abba hagyja a harcot, akkor megszűnik a háború. Ha Ukrajna abba hagyja a harcot, akkor megszűnik Ukrajna. Tehát, hogy itt ennek akkor lesz vége, hogy Oroszország abba hagyja, vagy ha Ukrajna meghatározza a vereséget szemben. Tehát itt a valami, tehát meg ugye az is számít, hogy mit értünk azon, hogy vége van. Ugye az elmúlt nyolc évben sem volt béke. Tehát Kelet-Ukrajnában ott izzott egy alacsony intenzitású, de folyamatosan jelenlévő konfliktus. Benne van a pakliba, hogy valami hasonló vége lesz. Az egyik lehetséges végkimenetel, még egyszer felrakom a térképet, mert ez, ez szokott segíteni, az egyik lehetséges végkimenetel, az az, hogy picit itt rázumolunk. Tehát, hogy itt a, hogy Ukrajna arra nem nagyon van esély, hogy Ukrajna akár Donetszket, akár Luhanszkot vissza tudja szerezni. Ha Herzog megye is elmegy, tehát el, el megszerzik az oroszok, akkor valószínűleg a aporizsiai területeket sem fogják visszaadni, mert miért tennék. Tehát ugye ez lenne az bizonyos Land Bridge szárazföldi híd, ami a klímet összeköti Donetszkel. Herszon megye, ha orosz kézre kerül, akkor a Gneper folyó az egy viszonylag erős természetes határ. Donetsk és Luhansk megye határa az az a terület, amiket az oroszok biztosan elmennek, ott is lesz egy határ. De facto határ nyilván. Az igazi kérdés az, hogy itt, ezen a Zaporizsjai szakaszon, ahol a tegerészek, itt pontosan, hogy lesz a de facto határ és milyen. Van egy olyan forgatókönyv, hogy itt van valami hasonló, nagyjából stabil line of contact, nagyjából stabil frontvonal fog kialakulni, mint amit kelet ukrajnában is láttuk. Nem biztos, hogy béke lesz. Sőt, béke egészen biztosan nem lesz, mert a béke ugye azt jelenti, hogy van egy a politikai rendezést is előírja megállapodás, amit betartanak. A reális cél az a fegyverszünet, de azt nem gondolom, hogy teljes fegyvernyugvás lenne. Tehát én arra számítok, hogy Ukrajna súlyos területi vesztességek után győztesen egyébként, tehát megmarad az ukrán államiság, túlélik ezt a háborút, mint állam. De hogy itt valamiféle alacsony intenzitású konfliktus lesz a vége, elsősorban itt ez az aporizsiai szakasz pontos a helyezkedés a kérdés. meg megyet szerintem mondta, hogy Nyeper adja magát, mint határ, és Danyátszki és meg a határa is majd, majd kialakul. Itt tényleg az a kérdés, hogy ezen az aporizsiai ponton mi lesz. De akkor lesz vége, tényleg, hogy Oroszország abba adja, vagy Ukrajna a vereséget szemben. Köszönöm szépen, András, most már azt tudom, én tudom személyesen, hogy elég nehéz napon vagy túl, úgyhogy, úgyhogy azt is köszönjük, hogy bevállaltad ezt a beszélgetést. Én még folytatnám tovább, de biztos lesz még alkalmunk erre. Maradj velünk, ha úgy gondolod. Köszönöm, hogy Viszont akkor folytassuk lassan Artúrral, ha nem bánod. Szóval Keleti Artúrral, aki kibertitok, jövőkutató, az Informatikai Biztonságnapja alapítója és önkéntes kibervédelmi összefogás elnöke. És Artúrral abban maradtunk, hogy így inspirációt kapva egyébként gondolom az eddigi beszélgetésből is, de hogy, 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 abban maradtunk, hogy összefoglalod öt percben, amit szerinted a, erről, ennek a háborúnak a kíber oldaláról érdemes most hallani tudni, és utána folytatjuk, vagy kezdjük a beszélgetést, egy parancsol. Köszönöm szépen, nem tudom, hallottok engem? Minden rendben, Én. szuper. Um, hát pont azon gondolkoztam, amíg András beszélt, hogy milyen jó lenne, hogyha nekünk itt a kiberbiztonságban is lennének ilyen térképeink, és akkor azon lehetne tologatni ilyen dolgokat. Um, sokkal egyszerűbb lenne elmagyarázni, meg sokkal könnyebb lenne megfogni ezt az egész kérdést. Sőt, um, próbálkozunk ezeknek a térképeknek az előállításával, de ilyen, hát kicsit lenézően ilyen piu, piu meppeknek hívják, tudjátok, mint a csillagok háborúja, amikor lövik egymásra a lézereket, mert hogy, mert hogy olyanokat tudunk ábrázolni, hogy ebben a pillanatban jelenleg abból, amit megmutathatunk, mi látszik, hogy éppen kitámad kit, 600 fajta támadási formával, ilyen-olyan fegyverzettel, ha te úgy tetszik, kiberfegyverzettel, vagy valamilyen egyéb technikával, vagy technológiával. Tehát Marhára nem egyértelmű az, hogy ilyenkor mi történik ebben a térben. És ez a bizonytalanság az, ami igazából leginkább meghatározza, hogy, hogy mit érzünk a kibertérben. Azért, ahhoz, hogy a helyzetet most lássuk, a kiberháború vonatkozását, azért azt, azt tudni kell, hogy mi már. 10-20 éve folyamatosan hallsogjuk azt, hogy a világban egyébként is zajlik egy kiberháború. Tehát attól teljesen függetlenül, hogy most van egy fizikai háború két állam között, és ez hogyan terjed ki az egész világra, erről majd sokat fogunk beszélgetni, de az a, az a helyzet, hogy eddig is zajlott egy kiberháború, csak miután ennek nem lehet ilyen szép térképet rajzolni, és miután a a dolog fizikailag nem megfogható, ráadásul egy állati absztrakt dologról van szó, mert az adat, mint olyan, az egy nagyon nehezen értékelhető valami. Tehát az értékét is nehezen tudjuk meghatározni. Ráadásul van még egy másik gond is vele, anélkül, hogy elfilozofálnám a dolgot, mert lehet, hogy majd bele fogok csúszni, mert ez a kedvenc témám. Hogy, hogy például, hogyha egy adatot ellopnak valahonnan, akkor azonnal nem fog hiányozni. Tehát, hogyha, mintől kilőnek egy tankot, akkor látszik, hogy ki van lőve, nem megy tovább. De, hogyha valahonnan ellopják az adatot, vagy esetleg módosítanak rajta, akkor nem látszik, hogy ezzel történt valami. Úgyhogy ezért a mi szakmánk az egy sokkal absztraktabb, egy ilyen digitálisabb, valami nehezebben elképzelhető, és ez része annak a problémának, amiért a felső vezetők, ez akár, ezek lehetnek akár katonai vezetők, titkosszolgálati vezetők, bárki, egy picit nehezebben, sőt, sokkal nehezebben tud vele mit kezdeni, ergo pénzt is nehezebben ad rá, illetve nehezebb is felmérni, hogy én tulajdonképpen megvédtem, vagy nem védtem meg valamit, vagy jól védtem meg, vagy kevésbé jól védtem meg. Ugye egy fizikai védelemnél, amivel sokáig példálóztunk, tehát én is a 20 sok évvel ezelőtt, amikor ilyen témákról elkezdtem beszélni, előadásokat tartani, akkor én is ilyen, ilyen várfalakat rajzoltam mindenhova, hogy vannak a várak, és akkor van ilyen belső rész, meg külső rész, meg vannak ilyen hidak, meg tornyok, meg ilyesmi, és akkor amit meg akarunk védeni, az belőre kell rakni. Csak mostanra az történt, hogy, hogy ezek, ezt, 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 amit most itt csinálunk, egy nagyon sok ember már a zsebében lévő valamit nézi. Nagyon sok cégnek az összes adata az valami, vagy nagyon sok adata az ilyen laptopokon, meg telefonokon keresztül vándorol. Na, szóval visszatérve az alapkérdéshez, az nem, mert, 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 erről fontos most beszélnünk, a, a, kiberháború ebben a konfliktusban úgy értelmezhető, hogy az, az, egymással hadban álló felek, azok a, a, másik infrastruktúráját és az infrastruktúrán található különböző elemeket, államigazgatási szerve, kritikus infrastruktúrák, itt a kritikus infrastruktúra alatt szinte bármit érthetünk, az élelmiszer szállítástól kezdve a vízellátáson át a villanyig, tehát tulajdonképpen ma már plána a modern ember számára szinte minden kritikus, mert hogyha nem szól zene a nem tudom, MP3 lejátszóból, akkor már halál van. Tehát gyakorlatilag Ezeket az infrastruktúrákat támadják a felek, illetve miután ez a konfliktus most már kiterjedt tulajdonképpen a szövetségesekre is, hiszen aki mondjuk fegyvert szállít Ukrajnának, vagy aki támogatja valahogy Ukrajnát, az potenciálisan a kibertérben is célpont. Ráadásul, miután ugye hiába minősített a NATO ugye 5. hadszintérnek a kiberteret, ennek ellenére, ha ma mondjuk Oroszországból megtámadnak egy egy német célpontot a kibertérben, akkor arra nem úgy reagál az ottani védelmi erő vagy az ottani hadsereg, mint ahogy a fizikai támadásra reagálna. Ennek több oka is van. Az egyik ok az, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ki támadott valójában, hogy mit támadott meg pontosan, hogy ott mit hajtott végre, illetve ma még azt mondjuk, hogy nagyon nehezen köthető ember életekhez ezeknek a támadásoknak a végrehajtása. Tehát, hogyha történik egy kibertámadás, ugyan már volt a valóságban példa arra, hogy egy kibertámadás következtében meghalt valaki, de azért nem ugyanaz, mint egy bomba. Ráadásul nem is látjuk fizikailag, ahogy az elején mondtam, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a kibertámadás most nem tudom hány embernek okozta a szenvedését, vagy, vagy valami egyebet. Viszont, ami nagyon érdekes ebben a, ebben, a, ebben a jelenlegi konfliktusban, és ebben majd úgy is bele fogunk menni, és ezért e, ezt ezzel csapnám fel, hogy ez a felütés ehhez, hogy amiket tanítunk a, a különböző oktatási intézményekben, vagy a szakembereknek erről az egész kiberháborúról, hogy ha valamikor egyszer bekövetkezik egy háború két fél között, akkor mi fog itt történni a kibertérben? Az valami olyasmi, hogy vannak a katonák, vannak a, a, a szolgálatok, vannak a hírszerzési szervezetek, meg mindenféle egyéb szervezetek, vannak mindkét oldalon, és ezek elkezdik egymást megtámadni, csak most, most többet csinálják, hiszen háború van meg jobban csinálják, meg bevetik azokat az úgynevezett kiberfegyvereket, amiket eddig félretettek, tartogattak, majd úgy is beszélünk róla, hogy ezek micsodák, meg miért fegyverek, miért hívjuk ezeket. őket. De bevetik azokat a technikákat, meg azokat az eszközöket, amiket, amiket addig tartogattak. Aztán elkezdik egymást gyengíteni, mindenféle hírszerzési információkat beszereznek, meg támadják egymás fegyverrendszerét, például leállítanak mondjuk egy, egy tankot, vagy leállítanak egy műholdas rendszert, vagy akadályoznak valamit, illetve a hírszerzés információkat odaadják a fizikai területeknek, továbbítják a fizikai hadviselést folytató feneknek, és akkor ők meg ezeket felhasználják. Na, ennek így kellett volna történnie. Csak hogy ami történt itt az elmúlt több mint egy hónapban, az, az nem ez, hanem az, az, valami egészen más. Az történt ugyanis, és ebben most még nem mennék milyen bele, úgyis majd, majd erről sokat fogunk beszélni, de az történt ugyanis, hogy, hogy Ukrajna Mondván, hogy ő igazából ezen már sokat nem veszíthet, tulajdonképpen kilövési engedélyt adott, ha egyáltalán létezik ilyen, mondjuk zöld lámpásította azt, hogy a világ bármelyik hekkere, bármelyik állampolgára nyugodtan támadja meg Oroszország bármely kritikus infrastruktúráját, sőt, még egy listát is mellékeltek hozzá. Létrehozták ezt az úgynevezett IT-armét, ugye ezt az informatikai hadsereget, ahogy ő hívják. Zárójelben megjegyzem, hogy amúgy ez csak a nevében hadsereg, mert szinte semmilyen koordinációt nem végez, gyakorlatilag nincsen, nincsen tisztességes, nincsen katonái. Tehát a katonái azok a, azok a kiberpartizánok, akik úgy gondolták, hogy akkor neki állhatnak bármit csinálni. Tehát azt mondták, hogy zöld lámpa mindenféle kritikus infrastruktúrára, min menjen, amit csak lehet csinálni. Nyilván ezzel az oroszok is nagyjából ugyanígy reagáltak, ők is létrehozták a saját hasonló szervezetüket, hívjuk így, és ennek az lett az eredménye, amit én csak egy ilyen horror hívok, hogy gyakorlatilag szinte minden kikerült a, a kibertérben ma a felek irányítása alól. Több százezer hacker, mindenféle önkéntes alapon, mindenféle igazságosztó vagy igazságérzett alapon vagy ideológiai alapon elkezdték hekkelni a másik felet, illetve a másik fél vélt vagy valós szövetségeseit, és ennek az lett az eredménye, hogy mostanra már egy ilyen kaotikus helyzet alakult ki a kibertérben, mi óránként kapjuk a, a kiberbiztonsági fórumokon, úgynevezett ilyen hírszerzési, kiberhírszerzési forrásokban az információkat arról, hogy hol melyik rendszer törték föl, melyik félnek a szereplői. Rendszeresen kapunk olyan információkat, amikből azelőtt mondjuk havonta, pár hetente volt egy, és több hetünk volt végig elemezni, hogy mi lesz ennek a hatása. Na, ezek most óránként érkeznek, és rengeteg nimbusz megdőlt, rengeteg olyan elképzelés, ami, 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 hát azt kell mondjam, hogy visszatartó vagy elrettentő erő volt eddig a, ebben a rendszerben, egyfajta furcsa egyensúlyt ö, ö, vitt bele, hogy mondjuk nukleáris létesítményeket már csak nem lehet az internetről elérni, feltörni, és az összes adatot, és adatot letölteni, onnan, de lehet. Azt is gondoltuk, ezek hogy... És ezek Igen. valós, ezek valós információk, vagy információval fenyegetés, vagy visszaélés. Szóval ez honnan lehet tudni, hogy ez biztosan megtörtént, és nem csak egy duma. Igen, a, amikor ezek a hacker csapatok elkezdenek feltörni rendszereket, akkor akkor erre nyilván érdekükben áll megfelelő bizonyítékokat szolgáltatni. Sajnos az a helyzet, hogy amikor a, ezek a harcban álló felek, legalábbis ahogy, ahogy mi ezt elképzeltük azért, ezek a harcban álló felek megszereznek ilyen információkat, azokat nem szokták általában kiadni. Mondjuk, ha valaki feltöri a, a, az orosz hadseregnek valamelyik te, területét, vagy mondjuk például a, a titkosszolgálatot, az orosz titkosszolgálat, ahogy ez meg is történt, akkor az onnan beszerzett információkat ágában nem lesz majd kitenni az internetre, azt felhasználja, ez az egy nagyon fontos információ, ugye tudjuk, hogy ez az, az új olaj. Tehát most viszont nem ez történik. Ezeket az információkat megosztják ezek a hekkerek, ezek a amivel nagyon-nagyon sok kárt csinálnak egyébként. Itt gondoljunk abba bele, hogy mondjuk ukrán, orosz oldalon, sőt, most már más nemzetektől is látunk ilyeneket, olyan személyes adatokat osztanak meg kémekről, katonákról, ott dolgozó emberekről, amely alapján nagyon komoly bántódásra esett, nem csak annak, aki mondjuk ott dolgozik, mert vállalt valamilyen veszélyt, hanem akár a családtagjainak is. Tehát ezek valós információk, amik itt megjelentek. Mekkora, hogy is mondjam, létszámról, hadseregről értem, nem úgy hadsereg, de mégis beszélhetünk, szóval, hogy csak hogy el tudjuk képzelni, hogy akár egyik, akár másik oldalon itt mekkora tömeg mozog, mekkora erővel? Ez egy nagyon érdekes kérdés, válaszolok egész konkrét számokkal is, már amit lehet erről tudni, ugye? De azért azt hozzá kell tenni, hogy amíg itt az előbb elhangzottak ilyen számok, hogy hány ezer sebesült, hány ezer katona, mit tud megcsinálni, hány tank kell ahhoz, hogy átmenjen valamin, mekkora hajó kell valamihez, Addig a kiberbiztonságban ezek a dolgok sokkal relatívabbak. Mert elég egyetlen egy hacker, akinek vagy szerencséje van, vagy jól képzett, vagy jól informált, és a többi mindenféle formában, majd még úgyis erről beszélünk, hogy hogy juthatnak be a rendszerekbe hekerek, elég egyetlen egy hozzá, hogy nagyon nagy baj csináljon. Pláne, ha van még pár, akivel információkat meg is osztanak, akkor a dolog végképp izgalmasabb lesz. Tehát, tehát pár is elég hozzá. Na most ebből a jelenlegi. Tippek szerint pár százezer van, egyesek szerint akár félmillió is. Tehát most itt a világban összesen erre a felhívásra orosz és ukrán szimpatizánsként tevékenykedő hekkerekről beszélek, de követünk nagyjából olyan 80 olyan hekkercsapatot, amelyiknek körülbelül az ilyen 60%-a ukrán szimpatizás, 40% orosz szimpatizás, most azt hiszem 74 körül áll a számláló, és ebből 26 orosz szimpatizáns hacker csapat van, akik viszont felvállaltan, tehát a nevükkel, nevükkel felvállalva végeznek hekkeléseket, és az eredményeket azokat dicsőségként körbehordozzák, hogy ők ezt föltörték, ők ezt megszerezték, és ezeket az adatokat meg is osztják. Ráadásul csak, hogy a csak hogy még értsük -e ennek a mélységét, az ilyen megosztott adatokban nem ritka, hogy szintén vannak rosszindulatú programok. Tehát akik ezeket letöltik és elkezdik nézegetni megfelelő tudás nélkül, azok tovább tetézik a bajt. És melyek a. Gondolom a. A, a katonai hírszerzés lehet a leg keményebb célpont, vagy a leginkább célpont ilyen helyzetekben, de mi az, ami még szóba jöhet? Részben említettél pár dolgot, mondjuk, nem tudom én, vízhálózat, gázhálózat, ilyesmi, szóval, hogy mi az, amit céloznak hekkerek ilyenkor? Ez attól függ, hogy az adott hacker csoportok azok milyen típusú hadviselést, ha úgy tetszik, folytatnak ebben a, ebben a térben. Ami nagyon jellemző, azok a leterheléses támadások. Ezekből egyébként olyan mennyiség van mindegyik fél oldalán, tehát az ukrán meg az orosz oldalon is, hogy nagyon gyakran egyszerűen ellehetetlenítik mondjuk az internet vagy egyéb infrastruktúráknak a használatát, Ráadásul egy leterheléses támadás, amit ma már szolgáltatásként lehet rendelni, zárójába megjegyzem, tehát hogyha valaki mondjuk ebből a pár százezer hackerből úgy gondolja, hogy ő most éppen le akar terhelni egy orosz, egy ukrán vagy bármelyik más célpontot, akkor ezért fizethet is, és ezt a ezt szolgáltatásként nyújtják neki kiberbűnözők, és akkor ez végigfut egy ilyen, egy ilyen támadás. Szóval a leterheléses támadások azok a leggyakoribbak, a, a Ezután jönnek, hát most nem állítanám sorrendbe, de azért a pszichológiai hadviselés, a sima hekkelés, tehát az, hogy adatokat megszerzünk valahonnan, azok szintén eléggé, eléggé dobogós típusú dolgok. Tehát azon is múlik, hogy mit támadnak, hogy milyen technikát használnak, vagy mi a céljuk. Aztán van itt egy másik motivációs dimenzió is, az, hogy miben jók. Például ebben, a, ebben az egész hatalmas kavalkádban, ahol ma már messze nem a, az egyes országoknak a szolgálatai, hadseregei dominálnak, hanem ez a, ez a kiberpartizán had vagy kibercsőrhet, talán ezt is mondhatnám rá, mert ugye nem, nem akarom őket, nyilván ezek között nagyon sok olyan ember van, akinek teljesen jogos elképzelései vannak, de hát mégiscsak tulajdonképpen illegális dolgokat csinálnak mindkét oldalon, még akkor is, hogyha az igazságérzetük egyébként errefelé vezeti őket. Na, szóval, hogy, hogy, nagyon sok olyan van ezek között, akik eredetileg kiberbűnözők, és most is azok. Tehát például zsaruló vírusokat terjezgetnek, amiknek az a lényege, hogy elküldik valahova, ott megtelepednek ezek a vírusok, leállítják egy adott szervezetnek a működését, és a, a kiberbűnözői csapat az pedig váltságdíjat követel azért, hogy feloldja ezt az árat, és ismét tudjon működni az adott szervezet, vagy adott bár, bármi, csoda, aki informatikát használ. Na most ezek a bűnözői csoportok például nagyon, ami fogalmazható, vicces, vagy legalábbis mindenképpen irónikus, hogy többen kijelentették, amikor folytatták, vagy lefolytattak egy ilyen támadást, hogy ők nem ideológiai jogból csinálják ezt, hanem ők sima kiberbűnözők. Tehát ők sem Oroszország, sem Ukrajna oldalán nem akarnak ilyet, csak pénzt akarnak. De ezek közül például van olyan, az egyik ilyen, több ilyen zsarolóvírus bandáról is tudunk, akik például pont ideológiai alapon ketté váltak. Mert az egyik inkább Oroszország oldalán akar beszállni a küzdelembe, a másik inkább Ukrajna oldalán akar beszállni be a küzdelembe. Tehát ezek a csapatok, ezek megtámadnak mindenféle szervezetet, Teket, és ugye az volt a kérdés, hogy miket. Az az igazság, hogy mindent. Tehát ma ott tartunk, hogy tehát korábban, ahogy említettem, volt valami fajta, hát talán úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy egy ilyen egyensúly, vagy valami fajta ilyen visszafogottság a hekkerekben, hogy hát azért egy orosz titkosszolgálatot már nem támadunk meg, meg nem támadunk meg egy nukleáris létesítményt. Egyrészt baj lehet belőle, már hogy fizikai baj. Másrésztről pedig, hát azért senki nem akarja magára hívni, akár az orosz, akár bármelyik másik ilyen nagyhatalomnak a szolgálatát. A francnak van erre szüksége. Na, ezek most megszűntek. Gyakorlatilag mindenki célpont. Naponta érkeznek, naponta óránként érkeznek hozzánk olyan információk, amiről egyszerűen nem, his, nem, nem hiszek a szememnek, hogy hogy, hogy, hogy vízellátórendszerek, SCADA, ugye ezek az ilyen ipari irányítórendszereknél konkrétan a, a feltörés után le is állítják esetleg a visszolgáltatás, erre, erre is volt példa több országban. Nukleáris létesítményeket, állami hivatalokat törnek föl, bíróságokat, bankokat, úgyhogy a, bankoknak a, a, teljes állományát, most például tegnap, vagy tegnap előtt volt egy ilyen fejtörés, a banknak a teljes, kb. 10 terabájtnyi mentését azt elhozták a hackerek, és egyébként használhatatlanná tették a mentést, tehát a bank maga sem tudja használni ezeket, illetve talán 12-13 millió kártyaadatot is kiszedtek a rendszerből, és azt nyilván felhasználják mindenféle célokra, egy részét nyilvánosságra hozzák, egy részét felhasználják kiberbűnözésre, mindenféle egyébre. Tehát gyakorlatilag mindenki célpont, és ami ennél kellemetlenebb, hogy most már nem csak a, a két harcoló fél egymás infrastruktúráját támadja, és az ott található objektumokat, hanem ez most már kiterjedt. Tehát a, a mondjuk Ukrajnával szövetséges vagy Ukrajnával szimpatizáló országok, akik támogatják Ukrajnát valamilyen módon, azok szintén célpontok, és ezeket például az orosz barát hekkerek ugyanúgy megfenyegették, sőt voltak olyan szervezetek, akiket meg is támadtak, onnan adatokat hoztak el, állították a működésüket. Tehát ez a háború, ez most már kiterjedt a kibertérben gyakorlatilag minden szereplőre, aki valamelyik oldalon a, a háború részese, sőt, miután azok a, ezek a határok, amik, amiket említettem, ezek a, hát olyat azért mégsem támadunk meg, elkezdtek ugye fellazulni, vagy éppen lebomlottak, ezért Például nem olyan régen láttam kínai börtönből leszedett információkat, hogy ott mondjuk kik a fogva tartottak, hogy működnek a rendszerek, tevrajzokat, mindenféle egyebeket. Tehát most már olyan országokat is megtámadnak, a konfliktussal összefüggésben, vagy, vagy ezen felbuzdulva. Akik, akiknek a támadása azelőtt egyrészt lehetetlennek tűnt, másrészt teljes tabu volt, hogy Kínának azért szintén nem, es, nem esnek neki jó érzékelekerek. Ja, és ha már így te, ilyen célpontokat mondtunk, azért nem csak teljes cégek vannak, tehát van, amikor mondjuk kamerarendszereket törnek föl. Egy pár héttel ezelőtt a, az Anonymous csoport például nyilvánosságra hozott 400 kamera képét, amit egyébként folyamatosan lehetett nézni, ezek között biztonsági szolgálatok is volt, sőt, egy ideig még magállakás kamerák is voltak, csak aztán úgy gondolták, hogy ez azért mégsem korrekt így, és azokat leszették. Tehát a célpontok kevesen sejtik, vagy kevesen gondolják, hogy a célpontok azok nem csak cégek lehetnek, hanem eszközök is lehetnek, az emberek eszközei például. É, és pont erre akartam utalni majd, de hogy közben eszembe jutott, hogy azt hiszem, hogy április közepén Szergej Lavrov, az orosz külügyminiszter, azt javasolta, hogy vagy a világban, hogy ki kellene dolgozni egy, a, egy, egy, közös egyetemes magatartási kódexet, mert ugye a világot a kiberanarhia veszélye fenyegeti. Most, amit mondtál, akkor ezt így jobban értem, hogy tulajdonképpen miről is beszél. De hogy, hogy kérdés, vagy a arra visszatérve, hogy, hogy ez azt is jelenti, ezek szerint, hogy amikor arról azt mondjuk, hogy, hogy mondjuk a vízhálózatokat akarják megtámadni, akkor lehet, hogy az én gépemen keresztül próbálnak bejutni. Nem pedig egy központi gépen keresztül, vagy valami ilyesmi, Szóval, hogy ezt hogy kell elképzelnünk, min keresztül akar, vagy tudnak hatni, és nekünk egyébként magánemberként ehhez hogy van közünk? Több um, szinten is közünk van ezekhez a dolgokhoz. Az egyik szint az az, amit említettél, tehát egy, mindenkinek a, a gépét, ha az nem megfelelően védett, a, a támadók azok valahogy föl tudják használni egy támadásban. Attól függ, hogy mit akarnak vele kezdeni. Ugye egy kiberbűnöző az pontosan ugyanolyan kreatív, mint egy, mint egy hagyományos bűnöző, tehát ha az adott számítógépen találnak olyan dolgokat, amivel valakit meg lehet zsarolni, akkor megzsarolják vele. Hogyha arra akarják felhasználni, hogy mondjuk az erőforrását, fölhasználják egy támadásra, akkor arra fogják majd felhasználni, és persze itt mindenki megvonatja a vállát, hogy hát, na jó, hát maximum majd nem csak én használom a gépem, hát van ilyen, a gyerek is használja nézőjelben. Azzal az a helyzet, hogy sajnos ilyenkor akaratán kívül is részt vesz olyan támadásokban, amiből elég nagy baj lehet, ez szerintem erkölcsileg nem nehezen elfogadható, hogy valaki otthon is azt gondolja, hogy engem nem érdekel, hogy most éppen valahol leállítottak egy kórházat, és ebben részt vett az én gépem. pedig sajnos előfordul az, hogy az ő ajtaján fog valaki majd kopogtatni és megkérdezi tőle, hogy ő miért vett részt ebben a támadásban. Természetesen azért ez nem egy olyan gyakori jelenség, tehát ilyen tömegében nem kell erre számítani, de akkor is előfordulhat, úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen lehet probléma. Aztán ne felejtsünk el egy másik faktort. Mostanság pláne, amikor ez a beszélgetés is úgy zajlik, hogy szinte mindenki otthon ül, akkor a cégek és szervezeteknek a munkatársai azok egyébként is célpontok. Nagyon sok betörés az ezeken a személyeken keresztül történik meg, ráadásul akik otthon dolgoznak, azok, azok sok szempontból egy kicsit védtelenebbek. Az otthoni környezet azért más feltételeket szab az emberek számára, vagy más, hogy viselkednek otthon, és erről elég sokat beszéltünk már az elmúlt években, vagy, vagy legalábbis amióta Covid van, mindenképpen sokat beszélünk róla, hogy hogyan változik meg az embereknek a biztonság tudatossága egy otthoni nyugodt környezetben, nem beszélve a fizikai problémákról, hogy az ablakán kilát be, hogy a konyhájába kimehet be, hogy a gyerek hogy fér hozzá a gépez, hogy mit állít át a macska. Szóval, hogy ezek, ezek mind ilyen fontos paraméterek de alapvetően az is problémát jelent, hogy, hogy, hogy ilyenkor veszélyeztetettebbek lehetnek az otthoni infrastruktúrák miatt az emberek, tehát a saját infrastruktúráikat nem védik úgy meg, mint ahogy egyébként egy komoly cég megvédi a saját rendszereit, úgyhogy bizony a Covid is gyengített ezeken a, ezeken a láncokon, tehát a magánemberek azok ilyen szempontból célpontok, és ne felejtsük el azt, hogy olyan szempontból is, hogy vannak egyéb erőforrásaik, amiket lehet használni, mobiltelefonok, amiknek a feltörésével szintén lehet őket vagy megzsarolni, vagy onnan mondjuk fotókat, információkat letölteni, vagy a mobiltelefonok lokációjával is sok mindent lehet kezdeni, de most például a háború idején a nagyon sok mobiltelefont használtak fel így helyzet meghatározása, úgyhogy föltörtek bizonyos rendszereket, és ebből meghatározták, hogy ki merre jár, vagy az ellenkezője, mobiltelefonokat arra használtak fel, hogy mondjuk bejelentsék azon keresztül, mondjuk az ukrán harcoló erőknek azt koordinátákkal, hogy ők hol láttak mondjuk orosz katonai egységeket, ezekre is építettek informatikai rendszereket, például az ukránok, de fordított helyzetet is láttuk. Csak hogy még egy dolgot mondjak katonai bevonás, az sem ritka, és ez szóba került az előző témánál is. Az sem ritka, hogy a katonai műveletekbe konkrétan be, a, beleavatkozik, hogy bele tud avatkozni ugye a kiberháború. Például még a konfliktus elején egy pár héten belül a um, hekkerek föltörték azt a katonai megfigyelő rendszert, amivel az oroszok a saját csapat mozgásaikat, tehát a saját katonai járműveiket figyelték. Tehát gyakorlatilag ezért tudták távolról megmondani, hogy éppen merre járnak, de nem olyan régen, egy pár héttel ezelőtt volt egy hasonló eset, amikor az, az csoport felhőbe tartozó egyik csapat föltört egy, olyan rendszert, tehát megtalálta az interneten, megtalálta az interneten egy olyan rendszert, és fel is törte, amelyik bizonyos autókat, bizonyos katonai járműveket követett, orosz katonai járműveket. Csak az az érdekes, hogy ezt az információt nem csak, hogy nem tartották vissza, mint ahogy András mondta, hogy ezeket nem osztjuk meg, Nemcsak, nem hogy nem tartották vissza, nem mindjárt publikálták az interneten. Tehát látszik, hogy az a fajta koordinálatlanság, az a fajta zűrzavar, ami ebben a térben jelenleg van, és azok a lehetőségek, amik ebben rejlenek sajnos negatív oldalon is, ezek olyan beláthatatlan helyzetbe hozhatnak bárkit, amit ma, ma nem, nem merünk egyszerűen megjósolni, hogy merre felé halad. És uh, egyébként ugye az uh, beszélgetés elején mondtad valahogy, hogy, a, hogy amikor mondjuk adatot lopnak, akkor azt még csak nem is tudjuk, hogy ellopják tőlünk, szóval nem veszük észre. És azt feltételezem, de ez csak az én feltételezésem, hogy a, ez a kiber a kiberháborús rész is eleve ilyen, hogy azt se tudom, hogy mibe vagyok benne. A kérdés az, hogy én mondjuk a bár a magánszemélyként azonnal észreveszem, ha valami történik az én gépemmel, vagy a tele bármilyen eszközömmel, vagy, vagy ez a háborús helyzet úgy műk, tehát hogy működik ez most, hogy kicsit még két hónapig, öt hónapig egy évig ülnek rajta és még szednek adatot, vagy most ez gyorsabban, sokkal gyorsabban kikerül a, a térbe, hogy mit Ez attól Ez attól függ, hogy hol ülünk. Például, hogyha beszélgetünk oroszokkal, és, és, mi azért igyekszünk a mindenhonnan információt összeszedni a világró, világból, hogy hol ki mit érez abból, ami történik. Mondjuk, ha beszélgetünk oroszokkal, ők azt mondják, hogy ők nagyon is érzik azt, hogy itt mit lehet csinálni, vagy mit nem. és az oroszok ugye képítettek egy olyan rendszert, amit pár éve, két évvel ezelőtt teszteltek először. Kicsit a kínaiakhoz hasonló rendszert akartak kialakítani. A kínaiaknak van egy ilyen úgynevezett nagy tűzfala, úgy tűnik, hogy ebben nagyon jók ebben a falépítésben. Más

Tehát van egy ilyen tűzfala, ami, ö, amin meghatározhatják azt, hogy mi megy be és ki az országból. Egyébként pont azért, mert nem olyan egyszerű eset ez, nem, nem, nincsenek a fizikai határai az internetnek vagy a kibertérnek, mint a, mint a, fizikai térnek, ezért ez egy bonyolult dolog, de nagyon hosszú ö, időn keresztül, nagyon sok energia befektetéssel megépítettek egy egészen jól működő rendszert. Az oroszok megpróbáltak valami hasonlót összerakni, volt is egy tesztje két évvel ezelőtt, amiről csak az jött ki, hogy sikeres volt, tehát ezt tudjuk, mert gyakorlatilag csak sikeres hadgyakorlatok vannak, meg csak sikeres tesztek vannak, tehát senki nem mondta, hogy bekapcsoltuk, de nem ment. Olyan valószínűleg előtt volt sok éven át. Szóval, hogy, hogy megcsinálták ezt a, ezt, a, ezt a rendszert, és most arra ez a rendszer ez úgy működik, hogy a, hogy gyakorlatilag a ki és befelé, tehát Oroszország felé menő és onnan jövő forgalomban tudnak korlátozni dolgokat. Ezért van az, hogy a, az általuk szélső jobboldalinak, meg nem tudom, minek ítélt, politikailag elfogadhatatlannak ítélt szervezeteket, azokat ők kitiltották maguk. Tehát például a Meta, vagy a Facebook az nem működik, mondjuk. De a YouTube az még egyébként, ha jól emlékszem, az még pont, pont hogy működik. De egy csomó dolog nem működik. Ráadásul egy csomó cég ki is vonult, ugye Oroszországból, informatikai cégek is rengeteg ami nagyon érdekes helyzetet teremtett, mert ott hagytak maguk után nagyon sok olyan informatikust, aki most nem nagyon tudja, hogy mi fog vele történni. Ezek között rengeteg biztonsági szakértő is van, de erről majd lehet, hogy kicsit később beszélünk, hogy velük, velük mi lesz. Na szóval válaszolva a kérdésre, mondjuk Oroszországban ma egészen más, hogy érzékeli az internetet, és más, hogy érzékeli a kiberteret egy ott élő ember. Az ő számítógépén azért nagyobb eséllyel garázdálkodhat valaki, mint mondjuk egy Nyugat-Európai embernek a, a számítógépén, ahol alapvetően azért azért ugyan szövetséges, de más a veszélyfaktor. Viszont sajnos azt kell mondjam, hogy egyikük sem fog sokat érzékelni abból, hogyha a gépén éppen garázdálkodnak, ha azt a zsaroló vírus mondjuk, vagy a kiberbűnöző írója nem akarja ö, velük megismertetni. Természetesen ezért mondjuk mindenkinek, hogy rakjon fel olyan vírusírtó eszközöket, meg rakjon fel olyan rendszereket, ami megvédik. Nekem például pont most egy pár órával ezelőtt jelezte a, a szerkezet a vírusírtó rendszer, vagy az antimalver rendszer, hogy talált egy olyan trójai valamit, valószínűleg az egyik internetezésem során kaphattam volna be, amit ő szépen karanténba helyezett, és ártalmatlanná tette. Ezt például bekaptam volna, ha nincsen ilyen jellegű védelmem. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy, hogy azt ilyen gyerekkorunktól kezdve megtanuljuk, hogy ha hideg van, akkor, akkor kimegyünk sapka, kabát, stb. Ez a bérlet, pénztárca, zsebkendő, tehát hogy ezek, 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 ilyen kötelező dolgok, csak a fizikai térben jobban el tudjuk képzelni, itt a kibertérben, és ezt használják ki a kiberbűnözők. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy itt a, a bűnözői technikák is egyre jobban fejlődnek, és a, ki, és a háború az nagyon komoly alapot biztosít ehhez. Ugyanis most, most már ideológiai alapon is lehet emberek felé közeledni, vagy embereket eltávolítani. Tehát nagyon sok cégnél a kiberbűnözők azt a technikát használják, vagy akár állami szervezetnél, hogy ideológiai alapon keresnek maguknak olyan szereplőket a szervezetben, akik hajlandóak velük információt megosztani, jelszavakat, belépéseket, mindenféle egyebet, és ezen keresztül jutnak be az adott szervezetbe. Sőt, tovább megyek. Ez a háború, ez a kiberháború, ez egy olyan, olyan, új jelenségeket is felszíren hozott, mint például a protestware, ugye van szoftver, meg hardware, és ez a protestware, vagyis ilyen tiltakozó, tiltakozást kifejező szoftver, Ami, aminek az a lényege, hogy az írója, mondjuk képzeljünk el egy bármilyen szoftver csomagot, amit sokan használnak, sok alkalmazás használ, tehát nem, nem egy konkrét szoftver, mint nem tudom mondjuk a WhatsApp, hanem, hanem egy, egy, olyan eszköz, amit nagyon sokan használnak a saját szoftverükben. Mondjuk az írója új úgy dönt, hogy ha az alkalmazásom az egy orosz nyelvterületen, vagy egy orosz számítógépen jelenik meg, ott kezdje valaki használni, akkor letörlöm, amit ott találok, vagy nem engedem a használatát a, a, rendszernek. Ezzel, ezzel fejezem ki a tiltakozásomat. Csak hogy ez megint egy olyan dolog, ami hát most arra úgy tűnik, hogy kikerül az irányítás alól, mert hát nem lehet megmondani előre, hogy ezt ki, ez kinek jut eszébe, melyik szoftver írójának, melyik fogja ezt majd megcsinálni. És persze vannak köztük olyan megoldások, amik elég egyértelműek. Például láttam olyan ATM automata hekkeket a háború ideje alatt, amelyek például, hogyha orosz nyelven intézett valaki rajtuk valamit, akkor nem hajottak hajlandóak működni, és mindenféle Anti-háborús propagandát írtak ki. Tehát, hogy vannak ilyen típusú hekkelések is, hiszen az ATM automatákban is szoftver van. Úgyhogy eléggé, tehát, hogy a, a magánszemélyeknek a bevonása ebbe a, ebbe a küzdelembe az sajnos elég mély, és ahogy mondtam az elején, nagyon nehéz érezni, hogy milyennek a részesei vagyunk, de ettől még a részesei vagyunk, és rá kell kényszerítenünk magunkat, kicsit úgy, mint mondjuk a mindenféle láthatatlan vírusok lást COVID, vagy mondjuk HPV, vagy valami ilyesmi, hogy rá kell kényszeríteni magunkat arra, hogy gondoljunk rá, próbáljuk meg megelőzni, ha meg van valami, akkor azzal megfoglalkozni kell, kezeltetni kell, csak nekünk ez egy nagyon nehéz ügy, mert senki nem betegszik meg fizikailag attól, hogy elkapott egy számítógép vírust, és ez, ez az alapgond. Hogyha ilyen létezne, például volt egy nagyon érdekes kísérlet, ez csak ugye ilyen könnyebb, könnyedebb téma volt, egy érdekes kísérlet, egy olasz művészeti csoport kitalált egy nagyon jó pofa szerkezetet, ami ha adatszivárgást észlelt, akkor elkezdett egy ilyen büdös szagot árasztani magából. És azt az emberek észlelték, és akkor csináltak valamit. Tehát, hogy ez, ez amint beér az embereknek abba a több százer vagy több millió éve fejlődő szenzor zónájába ez az egész, amivel tudnak valamit csinálni, akkor hirtelen csinálnak valamit, addig meg nem. Igen. A, erről csak az jutott eszembe, hogy egyrészt, hogy köszönöm, ha mondasz néhány olyan tippet, ami bár tudom, hogy alapnak tűnik a kár, de hogy menjünk rá, akkor most ide, tartunk úgy is, hogy és akkor én mit tudok csinálni magánszemélyként. akkor erről eszembe jutott a külügyminisztérium feltört oldala, ahol egy, kettő, három, négy, öt, meg titkos kettő, meg titkos három voltak a, a, jelszavak, szóval, hogy ez mondjuk maga a vicc kategória, főleg így a 21. században, szóval, hogy, hogy tudunk jól védekezni. Mielőtt, mielőtt itt mindenki jól kiröhögi magát ezeken a jelszavakon, az az igazság, hogy ez, ez egy valós veszély, ami, tehát hogy nem ne, nem, csak, nem csak a, a vicc faktora magas annak, hogy jelszó 1, 2, 3, 4, 5, 6, meg password, meg, meg ilyenek, csak hogy mondjak néhány jellemző példát. Pár héttel ezelőtt egy dél-afrikai szolgáltató, egészségügyi szolgáltató, egy biztosítónál tulajdonképpen a, egy zsaruló vírus betalált a rendszerbe, letitkosította az állományaikat. Itt zárójelben megjegyzem, hogy most már ott tartunk, hogy körülbelül négy óra alatt egy ilyen, egy ilyen vállalatnak szinte az összes állományát le lehet titkosítani. Tehát gyakorlatilag mire fölkapja a fejét egy informatikus, addigra már meg is történt a baj. Ezért most itt nyitok még egy zárójelet. Ezért nagyon fontos az a vállalatoknál, államigazgatásnál, hogy azt a fajta háborús gondolkodást, eseménykezelést, incidenskezelést 7 x 24 órában, amit, 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 folytatnak, amit mondjuk egy biztonsági szolgálat folytat, vagy egy a hadsereg folytat, mondjuk egy háborúban, azt neki folyamatosan kéne, vagy kellene csinálni. Most bezárom a sok zárójelet, majd lehet, hogy ide vissza térünk. Tehát például ezt a, ezt a, ezt a szervezetet, ezt feltörték, megzsarolták őket 15 millió dollárra, és egyébként azt hiszem, 50 millió személyes adat, egészségügyi adat került itt veszélybe. Tehát azt töltötték le. Zárójelben megjegyzem, hogy ha ez mondjuk Európában lenne, akkor ez egy olyan kövér GDPR bírság lenne, amiben valószínűleg beledöglene a cég. Na, és ennek a szervezetnek a, a hackerek elmondása szerint password volt a jelszava az egyik helyen. Tehát valamint. A jelenlegi háborúban kiszivárgott adatok közül, ha jól emlékszem, valamelyik nagyobb ügynökségnek volt talán 44, atom 44 vagy valami hasonló a jelszava az egyik kritikus infrastruktúrán. Tehát itt nagyon lehet mosolyogni, de alapvetően az emberek ma még mindig gyenge jelszavakat adnak, sőt, sajnos nagyon sok olyan rendszer, ugye ezekről nem beszéltünk egyáltalán, amelyek nem irodai rendszerek, hanem úgynevezett ipari rendszerek, ezeket OT rendszereknek hívjuk vagy ipari irányítási rendszerek, azoknál, azok nagyon régi rendszerek, azok, a ti, azok stabilitásra tervezték őket 10, 20, 30, 50 évnyi működésre, és 10, inkább 30-50 évnyi működésre, és ezért vannak olyanok, amik még nagyon-nagyon-nagyon régi szoftverekkel működnek. Azok, akik itt esetleg még korábban informatikát láttak, és nem csak a mai modern mobiltelefonos, vagy ilyen okostelefonos világot tapasztalták, azok talán érteni fogják azt, hogy az USA nem olyan régen kezdett el megszabadulni a floppy alapú rakétaindító rendszerektől, meg mindenféle egyebektől, tehát hogy ez egy létező probléma még a mai napig is. Szóval, hogy ezek régi informatikai rendszerek, és azoknál például valahol nincs is más megoldás, mint a jelszó, sőt, vannak olyan rendszerek, amik nem is engednek sokkal bonyolultabb jelszavakat megadni. A mai modern informatikai rendszerek már megkövetelik a bonyolultabb jelszót, de ez csak az egyik fele. Sajnos az a helyzet, hogy ma már 10 12-13 karakter alatti jelszavak, amiben minden van, kisbetű, nagybetű, speciális dolgok, ilyesmi, azoknak a feltörési ideje az rendkívül lecsökkent. Egy komoly törő rendszerrel akár több 10 millió jelszót lehet másodpercenként kipróbálni egy-egy rendszeren, vagy egy-egy ilyen letöltött, megszerzett állományban, mert természetesen a rendszerek védekeznek az ilyesmi ellen, de a letöltött meg ellopott jelszavakon akármennyit kísérletezhet egy hacker. Tehát miután a jelszavakat nagyon könnyű törni, ezért most már elértünk ebbe a tizen sok karakteres állapotba, amit meg nem lehet megjegyezni. Mindenhova más jelszót kéne adni, nekem nagyjából 2000 jelszavam van, és ezeket a jelszavakat nyilván én már nem jegyzem meg, ezért mindenkinek azt mondom, hogy jelszótárló alkalmazásokba rakja ezeket a dolgokat, ott egy darab jelszót kell megjegyezni, ez olyan, mint egy szép, oda szépen ezeket be kell pakolni, és aztán mindenki adjon olyan bonyolult jelszót, amit csak tud, és minden szolgáltatásnál kezdjenek el több faktorú azonosítást használni, tehát a, jelszó mellett még szükséges legyen mondjuk a mobiltelefonról beadni egy kódot, vagy a mobiltelefonon használni az arcfelismerést, vagy az új lenyomatfelismerést. Tehát ezek, ez úgynevezett multifaktor, több faktorú azonosítás. Ez most már kötelező mutatvány kellene, hogy legyen mindenkinél. Szinte biztosra veszem, hogy a mostani beszélgetésünk hallgatói nézőinél lehet, hogy akár a Facebookon sincsen beállítva ez a többfaktorú azonosítás. És sajnos azt kell mondjam, hogy még az olyan szolgáltatásunk, mint a Facebook, vagy az Instagram, vagy bármi egyéb is lehet bőven résztvevője egy, egy, egy ilyen jellegű kiberháborúnak, ugyanis nagyon sok dezinformációs hadművelet arra alapszik, hogy azok, akik készítik, akik erre fölkészülnek, azok egy, egy, bizonyos narratívát konkrét embereknek az ellopott, feltört accountjain, fiókjain keresztül kezdnek -e terjeszteni. Tehát például letöltenek valahonnan képeket, megszereznek, akinek föltörik a telefonját, mondjuk egy katonának, voltak erre példák, most Lengyelországban volt például ilyen, ilyen jellegű esemény, föltörnek ilyen fiókokat, megszereznek képeket, de azokat nem öntik ki a világra, hanem csinálják nak belőle egy narratívát, egy dezinformációs narratívát, hogy mondjuk a lengyel katonai felsővezetésben nem tudom mi mesztelen orgiákat tartanak. És akkor ez bizonyos képeket, bizonyos kontextusban, ami nem lehet meg másnak, és ami lehet akár intim, stb., ezeket behelyezik egy narratívába, aztán mondjuk újságírók, vagy magánemberek feltölt oldalain keresztül elkezdik terjeszteni, ettől úgy tűnik, hogy a dolog valós, hiszen azok megosztják ezeket az információkat, sok követőjük van, stb., és így növekszik az interneten az ilyen jellegű dezinformációknak az igazság tartalma, és ahogy ez növekszik, és mondjuk egyre többet indexeli le őket a Google, a Facebook, a minden egyéb, úgy már egyre nehezebb elválasztani ezt a, a, a tévedésektől, vagy a hamis dolgoktól, és, és ezért gyakorlatilag mindenkinek a Facebook accountja, vagy Instagram accountja, vagy bármi egyéb, az részt vehet egy ilyen támadásban, ezért is meg kell védeni jól ezeket a, ezeket a dolgokat. Tehát ez mondjuk a jelszótárló, többfaktorú azonosítás, és hát amit említettem, minimum egy antimalver, ilyen antivírus eszköz, amit föl kell rakni minden gépre, a gyerekgépére is, a családban, mindenhol. Ez természetes lenne most már, mint minimum. Ne, nem lettem nyugodtabb, viszont. Na, ez egy szorítva. ilyen szakma. É, igen, igen. Akkor majd ezzel folytatjuk szerintem a, a szalon után, hogy mindenki megcsinálja magáit. Mi a sebezhető pontja az orosz biztonsági rendszereknek? Már ha van ilyen, és biztonsági rendszer nyilván van, de hogy sebezhető pont, amit látható, és mi az ukrán biztonsági rendszerek sebezhető pontja szerinted? Itt az első dolog, amit az emberek feltételeznek, és ez egy nagyon érdekes kérdés, szinte minden beszélgetésben előkerül, hogy miért nem bénítják meg az, a, a, az informatikai infrastruktúrát a felek. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és teljesen logikus lenne, hát lőjük le az internetet, akkor nincs semmi. Igen, ám csak úgy tűnik, hogy olyan mértékben, olyan összetett módon támaszkodnak a mai rendszereink az internetre, illetve az, mondjuk úgy, kibertérre, mert abban nem csak internet van, hanem más informatikai rendszerek is, hogy egy támadó akár egy orosz fél is, ha lelövi az internetet, ha lelövi a telekommunikációs hálózatot, akkor saját magát is lából lövi. Ebből több példát is láttunk. Volt olyan például, hogy azért nem tudtak használni orosz, az orosz hadsereg, azért nem tudta használni a saját maga által kifejlesztett titkosító megoldásokat, mert megbénította a távközlési vagy internet használati lehetőséget ott, ahol éppen volt. Ezért kénytelenek voltak visszatérni a hagyományos, nem titkosított kommunikációra, és ebből tudtunk meg több dolgot, például az egyik komoly, magasrangú tiszt a halálát. Tehát, hogy látszik, hogy, hogy, ma ezek a könnyen támadható, mert egyébként az infrastruktúra elemek könnyen támadható, a krúterek, átjátszók, telekommunikációs cégek, ugyanúgy tédre lehet mint egy bankot, meg lehet állítani a működésüket, de úgy tűnik, hogy ezek csak részben célpontok. Amik viszont sokkal komolyabb célpontok, az, az, például a média, ugye ebből többet is láttunk mind a két félnél, Ugyan a, ugyanis a média, mint tömegkommunikációs, tömegtájékoztató eszköz, kiválóan alkalmas arra, hogy dezinformáljunk, vagy propagandát terjesztünk, ez mind a két fél nagyon intenzíven, intenzíven, használja. Na most, ha azt kérdezzük, hogy a védelmi rendszerek hol gyengék, Hát ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz összetett, összetett kérdés. Ugyanis tulajdonképpen nem a védelmi rendszerek védelmi rendszereknek a megtámadása a cél. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hogy, hogy van az internet, és akkor a, adott gyadott szervezet előtt ott van egy hatalmas pajzs, és ha azon átmegyünk, akkor átmentünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a rendszerből nagyon sok minden kilóg. Kilóg mondjuk egy adott cégnek a weboldala, ami, elé nagyon nehéz oda tenni ezt a pajzsot, mert pont az a lényeg, hogy mondjuk szolgáltatásokat vegyenek igénybe rajta. Mondjuk a, az oroszoknál például vannak olyan rendszerek, ugye úgy, mint ahogy minden országban, ami kiszolgálják az állampolgárokat, intézhetik rajta az ügyeiket, igényelhetnek dolgokat. Ezek a rendszerek kifejezetten beszédesek. Ők azért vannak ott, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak. Most, ha valaki ezeket a szolgáltatásokat használja, akkor nyilvánvalóan ezek megtámadhatóak. Most ezeknél általában az történik, hogy egy rosszul beállított rendszer, egy rosszul konfigurált valami, egy gyenge jelszó, egy túlságosan beszédes oldal, mondjuk a forráskódja, az lehetőséget nyit arra, hogy egy hacker ezen keresztül tovább lépjen. És lehet, hogy a védelmi rendszer mögötte egyébként elég jól felépített, de mondjuk egy adminisztrátornak a hibája, gyenge jelszava, egy rosszul megírt kód, az az egészet keresztül döfi, és mondjuk a hackerek úgy tudnak bejutni egy rendszerbe, hogy a, a, az körbe van véve 16 méter magas acélfallal. Jó példa erre mondjuk a Colonial Pipeline, ez egy Amerikában egy olajvezeték, ami, ami gyakorlatilag egy héten keresztül nem tudott rendesen szolgáltatni itt a felé az amerikai ö, olajszolgáltatásnak a területen, vagy benzin-üzemanyag szolgáltatásnak, egyszerűen azért, mert a, a, az összes védelmi ö, rendszer ellenére egyetlen egy régi, otthagyott, ö, arra nem odafigyelt, ö, ö, mi úgy hívjuk, hogy ilyen legacy, tehát ilyen örökség ö, VPN csatornán gyenge jelszó volt, és ezt kiszúrta egy hacker, feltörte őket egy kiberbűnöző és, és megállította a rendszer működését, több millió dollárt kért tőlük váltságdíjat. Ugyanez működik az ukrán és az orosz rendszereknél is. Tehát például az ukr ukrán bíróságnak az oldalát feltörték, rengeteg közlekedési rendszert feltörtek, rengeteg közlekedési rendszert, irányító rendszert feltörtek. Tehát sajnos az a helyzet, hogy nem tudok egy, rámutatni egy ilyen védelmi pontra, hogy ez a gyenge. Amiben van olyan, azt föl fogják törni. Azt se tudom megmondani, hogy, 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 egy bizonyos védelmi megoldással biztosan ki lehet valamit védeni. Ilyen sincsen. Ráadásul ugye a, 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 az orosz védelmi rendszerekről mi sokkal többet képzeltünk, mint ahogy úgy tűnik, hogy amire képesek. A, ugye a, a Oroszországot mindig úgy képzeltük el mi is ilyen kibervédelmi szempontból, hogy nekik rengeteg hazai fejlesztésű dolguk van, kezdve a Kasperskitől kezdve sok minden másik, De látszik az, hogy ezeket vagy nem használják, vagy nem jól használják. Ez, erről az is tanúskodik, hogy Putyin most adott ki egy intézkedést pár nappal ezelőtt. Hogy, hogy létre kell hozni minden orosz közintézményben egy olyan szervezetet, aki a kiberbiztonsággal fog majd foglalkozni, illetve ki kell tiltani 2025- Január 1-től az összes barátságtalan országból származó mindenféle kiberrendszereket. Na most ebből számomra teljesen világosan látszik az, hogy ők messze el vannak maradva attól a szinttől, amit sejtettünk róluk. Látszik, hogy pár évre van szükségük ahhoz, hogy ezt végrehajtsák. Miért nem most azonnal? Azért nem tudják megcsinálni, mert támaszkodnak ezekre az eszközökre, nem tudják most, tudják azt, hogy az állami hivatalból nem tudják ezeket kihúzni egy mozdulattal. Egyébként csak az megjegyzem, hogy Magyarországon is, amikor létrehozták az 50-es törvényt, ami ugye az adatvédelmmel foglalkozó a állami törvény, itt is évente, itt is szintenként sok évet hagytak, tehát akár 10-10 valahány évet is hagytak a szervezeteknek arra, hogy felkészüljenek arra a kiberbiztonsági kockázatnak a kezelésére, ami valójában már most éve őket, mert, mert tudták azok, akik ezt létrehozták, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan odaérni. Tehát számomra ez egy eléggé világos üzenet, hogy sajnos a az orosz védelmi rendszerek azok nem olyan erősek, mint amilyennek eredetileg gondoltuk őket. És ugyanez sajnos Ukrajnára is igaz. Ők egyébként azt hozzá kell tenni, hogy 2010 valahány óta, nagyjából 14 óta Oroszország naponta kísérletezett Ukrajnán. Rengeteg kiberfegyvert vetettek be, rengeteg olyan eszközt, amit most is használnak, hogy megállítja a kritikus infrastruktúrák működését, letöröl dolgokat végérvényesen mondjuk egy áramszolgáltatónak az informatikai rendszeréről, vagy a működő rendszereiről. Tehát ezekkel rendszeresen kísérleteztek, az ukránoknak volt sok idejük arra, hogy felkészüljenek az ilyen jellegű támadásokra, és valamit egész ügyesen elhárítanak, egy csomó dologról később tudjuk meg, hogy sikerült elhárítaniuk, de vannak dolgok, amiket nem sikerült. Tehát nem tudok általános tanácsot mondani, ha ilyen lenne, akkor sokkal kevesebb ilyen bajt látnánk, mert akkor mindenki bekapcsolta volna már a, a, azt a fajta szúnyogírtót, amivel ezt a dolgot meg lehet oldani. És hol tart most egyébként a, a, az orosz-ukrán kiber? Harc eredménye, vagy hát, furán ezt mondani? Mert igen. Ér igen, értem, értem. Uh, hát, hogy hol tart? Melyik az eredményesebb akkor inkább? Az őszinte, is? jó, ez, 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 ez így jó, erre mehetünk, igen, ebből lesz valami. Uh, a, én most azt mondanám, tehát a háború állását azt, uh, azt nehéz nehéz megmondani. Azt érezzük, hogy uh, egyrészt jóval több erő vesz részt a, a, az ukrán szimpatizáns oldalon ebben a harcban. Ez érezhető, mind a szimpatizáns hekkerek, mind, a, mind a, azok a hekker csoportok, akik Ukrajna oldalán harcolnak. Tehát látszik, hogy sokkal több erő áll rendelkezésre, erőforrás rendelkezésre. A, ami meglepő, hogy hogy, 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 nyilván ezek után persze nem erő szempontjából, de ahogy említettem, Oroszország gyengesége szempontjából viszont meglepő, hogy lényegesen több információ szivárok ki az orosz rendszerekből, és sokkal intenzívebb, erősebb, és sokkal tartalmasabb az az adat, ami onnan kiszivárog. Gyakorlatilag tényleg óránként, vagy naponta több száz gigabájtnyi, akár terabájtnyi információ, több százezer e-mail, ilyen típusú szivárgásokat, látunk az orosz rendszerekből, ahogy említettem, bankoktól, állami hivataloktól, hasonlóktól. Az ukránoktól is rendszeresen látunk ilyeneket, de nem ilyen mértékben, mint hogy az ukrán rendszerekből, amiket az oroszok támadnak meg, illetve azért látunk orosz támadásokat nyugati célpontok ellen, reptereket például több németországi, angliai repteret támadtak meg orosz hekkerek, és leállítottak bizonyos rendszereket. Ugye ezeknek amúgy zárójelben megjegyzem, hogy nagyon komoly bizalom vesztő hatása van, azért ne felejtsük el, hogy egy reptéren az ember mielőtt felszállna egy repülőre, és azt látja ott a kijelzőkön, hogy mindenféle politikai üzenetek mennek, meg halálfejek, meg leáll a repülőtér, meg ilyesmi, akkor ugye nem túl nagy bizalommal száll fel arra a repülőre sem. De ez szintén igaz a választási rendszerekre, igaz a, a különböző információs rendszerekre, például, hogy egy bíróság oldalán propaganda anyagokat látunk, vagy hogyha a nemzeti tévében ezt vagy azt látjuk. Tehát azért ezeknek az erejét nem szabad lebecsülni, és nem feltétlenül a gig bajtok számában mérhető az, hogy ki az eredményesebb, de egyelőre még, még, még úgy látom, hogy messze a, az ukrán, ukrán pártiak a, a állnak ebben nyerésre, ha lehet ilyet mondani, viszont nagyon nagy a találgatás, hogy az oroszok miért nem támadnak vissza nagyobb erőkkel. Az amerikaiak azok több elméletet is legyártottak erre, én egyik nekem egyik se túl szimpatikus, tehát ezek a visszatartott kiberfegyverek, mert még nem vetik be, meg nem akarják behozni a konfliktusba őket, én nekem inkább az az érzésem, hogy sokkal inkább itt arról van szó, hogy olyan nem várt hatást generált ez a hihetetlen mennyiségű hekker, és ez a hatalmas mennyiségű támadás mindkét oldalon, de főleg az oroszok, mint áldozat oldalán, hogy szerintem ezekkel tudnak inkább foglalkozni. És azt se felejtsük el, hogy annak a hatása, a szankcióknak a hatása a belső rendelkezésre álló hekkerekre, informatikusokra igen erős, és vannak köztük olyanok is, akik teljesen jó szándékú, jó indulatú orosz állampolgárok. Például van egy olyan hacker kolléga, most nemrég láttam őt erről beszélni, aki aki úgynevezett ilyen bug bounty vesz részt, nyugat-európai, meg, meg mindenhol a világon ilyen hibavadász programokban, amiben a hackerek jó indulatúan keresnek hibákat rendszerekben, és ezért kifizetik őket. Na és például ezek a szervezetek is kivonultak Oroszországból, tehát most ott áll egy csomó olyan hacker, aki egyébként teljesen jóindulatú és jó dolgokra vetné be az erejét, ki tudja, hogy mikor találja őket, meg majd a éppen harcoló valamilyen hacker csapat, vagy kiberbűnözői csapat, mit tudnak még ajánlani lehet, hogy miután már nem tudják használni a valutáikat sem, feltétlenül meg a kártyáikat sem, mert ezt a szankciót is ugye végig vezették Oroszországon, lehet, hogy most már máshogy fognak majd reagálni erre. Ki tudja, ki meddig tart ki? Most már kétszer vagy háromszor is említetted azt, hogy az orosz kiber fegyverek vagy akik ezzel foglalkoznak, ők többet ígért a dolog, mint ami látszik mögött ez, vagy nem olyan erősek? Viszont nem lehet, hogy emögött az is van, és ez egyértelműen kimutatható, ez igazából csak kérdés a részemről, hogy nem biztos, hogy ők egyetértenek azzal a háborúval, amiben vannak. Ezért, ezért lehet, hogy nem figyelnek, vagy lehet, hogy könnyebben ők is kiadnak adatokat, vagy szóval ilyen nincs a rendszerben, hogy ez az érzés, hogy nem, szeret, nem akarnék ebben a háborúban részt venni? És De ezért? abszolút, hogy ne, Abszolút lehet. Tehát nagyon nagyon küzdenek is az orosz kollégák, hogyha ilyen beszélgetésekbe keveredünk, hogy most egyáltalán hogy lehet ezt hívni, hát ők hivatalosan nem is hívhatják háborúnak. Tehát nyilvánvalóan ott is van egy csobó morális probléma. Ugye az informatikai biztonság napján is például megfordult olyan kutató Magyarország, ugye ez, amit mi szervezünk, akik biztos emlékeznek rá a, a, a nézők, hallgatók, hogy egy időben volt, amikor megmosolyogtatták, meg megbeszéltették monalizált tudósoknak. Például ezt a, ezt, a, ezt a fantasztikus eredményt, ezt egy orosz kutató csapat érte el Moszkvában, egyébként a Samsung kutató csapata, és meg is hívtuk az informatikai biztonság napjára ezt az orosz kutatót. Tehát ő, őról a például konkrétan látom, mert a, a, Twitteren igen aktívan tevékenykedik, hogy, hogy ő, ő, ő nem nem pártolja ezt a háborút, amit Putyinék jelenleg folytatnak Ukrajna ellen, viszont nem mindenki ilyen bátor, nem mindenki teheti meg, hogy megszólal, tehát nyilván vannak köztük ilyenek is, nagyon sokan, akik így vagy úgy támogatnak dolgokat, és egyébként azt tudjuk is, hogy Oroszországon belülről is vannak támadások, nyilván amik, amik saját térférre irányulnak. Az, hogy, hogy mekkora az, az a tömeg, aki esetleg ilyen szabotás dolgokban részt vehet, és ezeket most nyilván nagyon aktívan keresik például az amerikaiak, és nagyon intenzíven próbálják őket megtalálni a szövetségesek. Ezt nagyon nehéz megmondani, ahogy ideológiai hekkelés alapon ma megtalálnak munkatársakat, a cégeknél úgy ezeket a hekkereket is meg lehet találni. Az egy másik kérdés, hogy mennyire lehet bennük megbízni, és milyen feladatokkal lehet őket ellátni, vagy, 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 vagy mit lehet tőlük várni. Szóval ez egy, ez egy, nagyon bonyolult dolog, és mint említettem, ez a sok százer hacker jelenleg koordinálatlanul végzi a tevékenységét, tehát ma nincs a Földön senki, aki meg tudja azt mondani, hogy melyik hekkel csapat éppen mind dolgozik, és nem tudja őket utasítani semmire, sőt, tovább megyek. Miután ilyen sikeresen elindult ez a, ez a világra rászabadítjuk az összes helyet hadművelet a, a, az ukránok irányából. Hadműveletnek nem is lehet hívni, csak ilyen lazán említve. Nos, ezzel viszont a mondjuk a titkos szolgálatok, vagy a szolgálatok vagy a hírszerzés ereje, a hackerek fölött szerintem nagyon intenzíven csökkent. Azelőtt egy csomó dologgal meg tudták őket fenyegetni, most már sokkal nehezebb lesz. Igaz, végzik továbbra is derekosan a tevékenységüket, mert most is nem olyan régen is lefüleltek Angliában, Németországban nagyon komoly kiberbűnöző bandákat, akik részt vettek például a kiberháború intézésében is, illetve szításában is. Tehát azért ez zajlik ez a munka, viszont úgy sokkal nehezebb, hogyha gyakorlatilag mindent ki szabad lőni, semminek nincsen határa, semmi nem jár büntetéssel, vagy csak nagyon nehéz elérni, tetten érni ezeket az elkövetőket. És ha mindent ki lőni, akkor hogy működik az, amit egyébként említettél is, egyébként már is el sem jelentette be Putyin pont ezt, hogy, hogy kitiltja a barátságtalan országok kibereszközeit Oroszországból. Hogy, hogy lehet, ha már mindent el, hogy lehet kitiltani kibereszközöket bármilyen országból? Nagyon jó kérdés. Hát az amerikaiak azok nagyon komolyan elkezdtek ezen dolgozni, tehát ők már sok évvel ezelőtt járnak. Ők ugye a kínai és egyéb eszközökre kezdték el mondani, hogy mi az, amit ők már nem tűrnek meg az államigazgatási rendszerekben. A dolog azért marhára nem ilyen egyszerű, plán nekünk itt Európában, aki mindenkivel próbál valamilyen normális kapcsolatot fenntartani, és nem is teheti meg egyébként, hogy jött mindenféle rendszert mindenhonnan. Ezek a rendszerek, ezek nagyon összetettek, mindenféle komponensekből állnak, tehát ez nem, nem, nem egy darab eszköz, hogy akkor holnaptól kezdve nem söprök ezzel a söprűvel, hanem ezek szoftver elemek, szoftver darabok, amelyeknek egy része itt íródott, egy része ott íródott, egy része hazatelefonál, egy része nem csinál semmit, egy része ezt csinálja, azt csinálja. Tehát itt egy, egy törekvésről lehet szó, és ezt a törekvést, ezt egyébként hosszú távon el is lehet érni, ahogy a kínaiak elérték azt, hogy ő náluk szinte már csak kínai cuccok működnek. Tehát, hogyha például, mert ugye erre volt példa, azt mondja valamilyen amerikai szolgáltató, hogy ő holnaptól kezdve nem ad a kínaiaknak valamit, akkor azt mondhatják rá a kínaiak, hogy jó, akkor mi pár hónapon, vagy fél éven, vagy egy éven belül megcsináljuk a saját verziónkat. És ezt meg is tudják csinálni, és ezt meg is tették. Mobiltelefon például egy nagyon jó példa, meg annak az operációs rendszere. Tehát ez egy létező dolog, és ha megnézzük ma az az IT konfliktusokat, hogy mik mentén alakulnak ki ezek a törésvonalak, akkor nagyon jól látni azt, hogy ma azok a nagyhatalmak, akik képesek ezt az erőt valóságban is demonstrálni, tehát hogy saját szoftvereket, saját eszközöket készítenek, akár informatikai eszközöket is. Azért itt megjegyezném, hogy ez a chip hiány, amit elő, előállt itt a COVID és mindenféle egyéb gazdasági, meg szankció, szankciókokból, ez azért jól megmutatta, hogy Európa például ebben rémesen gyenge. Olyan mértékben kitettek vagyunk, mindenki más ...nak, hogy például ha Európát kérnénk meg arra, hogy holnaptól zárja le a mindenét, és csak európai eszközökre támaszkodjanak, akkor kinyírnánk magunkat. Tehát ez nekünk nem menne. Tehát ez ez majd stratégiai kérdés az adat mellett, meg a mesterség és intelligencia fejlesztése mellett, hogy hogy milyen eszközökre támaszkodunk. Tehát igenis meg lehet ezt valósítani, csak rengeteg idő, nagyon sok energia, nagyon sok pénz, és tudatos tervezés kell hozzá. Az egyébként az egy egyébként nagyon jó kérdés, hogy vajon kisebb országok, mint ön a Magyarország meg, tudja ezt csinálni. Mondjuk úgy, hogy részlegesen igen. És akkor bővebben? Részlegesen igen, alatt azt értem, hogy bizonyos dolgokat tud saját maga fejleszteni, de nyilván bizonyos képességeket nem fog tudni előállítani, egyszerűen a méretéből fakadóan. Tehát én azt gondolom, hogy műk európai méretben talán értelmezhető egy ilyesmi, Amúgy valami hasonló felé haladunk, hiszen az Európai Unión belül az adatvédelem, a magánszféra védelme az egy kiemelt célpont, úgy, ahogy például a mesterséges intelligenciának az etikus használata is, ami a következő buli lesz. Zárójelben megjegyzem, hogy még talán szerencse, ha lehet így fogalmazni, hogy ez a, ez a kiberháború ez éppen most zajlik, most képzeljük el azt a szituációt, amikor mondjuk 20 év múlva már minden mesterséges intelligencia rendszerek fognak irányítani, akkor, hogy zajlik egy ilyen küzdelem. A, a mesterséges intelligencia rendszerek mondjuk egy kiberháborúban, aminek vannak fizikai elemei, vajon hogyan fogják az emberi életet értékelni, hogyan fogják értékelni a győzelmet, hogyan fogják értékelni azt, hogy mit szabad megtámadniuk és mit nem, hol vannak ennek az erkölcsi morális Határai. Tehát gyakorlatilag ezeket a kérdéseket az Európai Unió sokkal intenzívebben nézi és kezeli most. Tehát ezért gondolom, hogy az Európai Unió akár képes lehet arra, hogy ilyen alapok mentén, valószínűleg nyugati szövetségesekre támaszkodva, de akár kialakítsa a saját ilyen lezártabb védelmét. De hát ettől is nagyon-nagyon messze vagyunk szerintem talán nem olyan messze, mint az energiafüggőségtől, de ez nem értek, tehát nem, nem foglalnék itt állást. Azt hiszem, tudom, hogy informatikai szempontból kiváló agyak vannak, nagyon jó kutatók, tehát akár meg is lehet csinálni, de ennek még csak ilyen nagyon halvány nyomait látom Európában. Kérdés az valószínűleg, hogy mennyire fáj nekünk, mert ahogy te is mondtad, ha nem érzem a szagát annak, hogy valaki bejött a gépembe, akkor sajnos nem biztos, hogy fogok reagálni, mert nem érzem a veszélyt magát, hiszen az agyunk ezt nem tudja ilyen gyorsan kezelni a sok hozadékhoz, memetikához képest. Érkezett közben kérdés a, Zoom chatben, mennyire gyakori a kiber kettős ügynök, hogy tesztelik őket, hogy ne kerüljenek be valamelyik oldal csapatába. Van-e ilyen? Hát, nagyon nehéz ügyről van szó. A, szerintem informatikai eszközökkel egy kicsit jobban kezelhető ez. Nyilván a, a hagyományos pszichológiai eszközök most is megvannak, tehát amikor mondjuk foglalkoztatnak hadseregben, különböző alakulatokban, hírszerzésben embereket, akkor végig húzzák őket ilyen teszteken. Viszont a helyzetet nagyon nehezíti az, hogy egyre alacsonyabb a kor határ, Ami alatt emberek ilyeneket csinálnak. Tehát most már nagyon gyakran középiskolában is nem tehetségesek kerek vannak. Megjegyzem én is, hogy, hogy hogy én is, amikor még így a általános iskolában, meg így a középiskolában tanultam, akkor, akkor, akkor nyilvánvalóan ezek az informatikai dolgok azért lényegesen tempósabban és sokkal kreatívabban hagyták el az agyamat, csak akkor még nem voltak egyre összetett hálózatok. Akik ma ilyen jellegű, ilyen jellegű munkát végezek, azok közül nagyon sokan nem is fel lehetetlen diplomások, viszont rendkívül agilisak, nagyon érdekesek, és nagyon különösen azért szeretik őket a szolgálatok, vagy éppen a, a hadsereg, mert tudnak a dobozon kívül gondolkodni, tudnak kreatívak lenni, tudnak, ugye, ugye a hekkerkedésben ez az egyik legnagyobb előny, ha valaki valami egészen érdekes dolgot kitalál, és azt végre is tudja hajtani. A baj nem ez, a baj az, hogy nagyon sok olyan állam van, például Oroszország is ilyen, akik nem csak ezeket a szervezeteket használják a hekkelésre, és nem feltétlenül szűrnek ilyen szervezeteket egyáltalán, vagy személyeket, sőt, Amerika ugye azzal vádolja az oroszokat, hogy rengeteg kiberbűnözőt kvázi zsoldosként foglalkoztatnak, elnéznek nekik dolgokat, és, és ezután nyilván használják őket bizonyos dolgokra, aztán ha nem tetszenek nekik, akkor letartóztatják őket. Nemrég volt például az egyik ilyen ransomware csoport, a Brevol, akit gond nélkül letartóztattak, aztán most megint itt vannak. Úgyhogy egy nagyon érdekes helyzet ez, sajnos nem lehet mindenkit szűrni, sőt azt kell mondjam, hogy a játékprogramok, az abban elért eredmények, az e-sportban elért eredmények például, vagy a hekatonokon végrehajtott eredmények, azok jobb szűrői bizonyos képességeknek, mint hogyha mi neki állnánk őket tesztelni, és hogy, és hogy hogyan lehet arról meggyőződni, hogy ráadásul egy olyan fiatal ember, aki akinek még a véleménye sem teljesen kialakult, az majd nem lesz valahogy kettős ügynök, csak azért, mert valaki felajánlott neki valami marha jó kriptovaluta forrást. Ezt nehéz megmondani. Szóval szerintem ez majd sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy, mint hogy az eddigi módszerekkel könnyű legyen ezeket az embereket tesztelni. Mondjuk megfigyelik őket intenzíven, de csak azokat, akiket tudnak. Kiberbűnözővel nem tud az ember mit csinálni, nem, nem, nem tudja követni. És hogy mondtad, álprofilt is, ők meg valószínűleg könnyen össze összeállítanak magukról. Ha... jó persze, ez a szakmája. Tehát, és azért azt is lássuk be, hogy ez a, ennek, ez a, a hacker közösségekben pedig azért, azért, ugye ez egy nagyon vékony határ, nagyon sok szürke zóna van itt, hogy az ember, ember most bűnöz, vagy éppen nem bűnöz. Hol van ennek a, a határa? Ugye nekem személyesen van szerencsém ismerni a világ egyik legkeresettebb hack, hackerét, Kevin Mitnicket. Ő például a 80-as években kezdett el hackelni, és hát, üldözte a fél világ, az USA összes szolgálata, bohócot csinált belük, még végül elkapták, leültették, leült a börtönbüntetését, most a világ egyik legismertebb biztonsági szakértője, mindenki megbízik benne. Tehát ez egy, ez egy, nagyon érdekes dolog, nagyon sok ember áll át egyik oldalról a másikra, szürke zónában mozog, és hozzá kell tenni, hogy a törvények, amikor eddig nem beszéltünk egyáltalán, a törvények és a rendeletek, azok borzasztóan nehézé teszik ennek a szak, ebben a szakmában, vagy ebben a térben mozgó emberek életét, mert nagyon nehéz megmondani, hogy honnantól számít valami törvénytelennek. A törvények nagyon-nagyon le vannak maradva ahhoz képest, ahol jelenleg a technológia jár, hosszú évekkel lemaradt, és amíg mondjuk egy ilyen bizottságnak, vagy a törvényhozásnak évei van arra, hogy itt elvitatkozzanak valamiről, addig a, addig hackerek mindent föltörnek közben. És, és, nagyon, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, nem véletlen, hogy csomó mediátor, mediátor szerepű szereplő kialakult ezen a piacon, tehát most már sokan vannak olyanok, akik közvetítenek mondjuk a hekkerek és a szervezetek között azért, hogy a, feltörések esetén nehogy a hekkereknek esetleg essen baja. Persze most már azért egy, egy finomabb kör kialakult már az is, hogy a hackerek, azok, azok nagyon gyakran ugye ilyen biztonsági kutatóként, sérülékenységkeresőként hivatkoznak magukra, ugye az etikus hekker fogalmát is ismerjük, tehát azért ez most már egy sokkal színesebb dolog, de ezért zárójelben megjegyzem, hogy a társadalmi fogadtatása is nagyon érdekes ezeknek az embereknek, mert addig, amíg mondjuk a a a, 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 valahogy mondjuk az én elképzelt népharagot ő keresztül viszik, és meg egy elnyomó rezsimmel csinálnak valamit, vagy mit tudom én, van valami felhördülés, és akkor feltörnek valamit, és igazságot osznak, de Ludasmati dolog, akkor mindenkinek nagyon szimpatikus. De hogyha ugyanaz a csapat mondjuk most elkezd valami mást csinálni, ami szerintem még mindig rendben van, de az emberek szerint már nincs, akkor hirtelen már nem lesznek jó fejek. Ez az anonimus csoportra például általában igaz. Tehát azért, amellett, hogy a, a, a törvényi normák szempontjából szürke zónában mozognak, emellett a többi norma szerint is szürke zónában mozognak, beleértve a vallásokat, beleértve a társadalmi szabályokat, a szokásokat, a munkahelyi dolgokat. Szóval eléggé, eléggé, összetett probléma ez, nem olyan egyszerű, és nem csak technológiáról szól, hanem ugye van egy társadalmi, gazdasági, jogi megítélése, nem akarom már túl filozofálni a dolgot. Köszönöm, még annyi minden kérdésem lenne, de közben a Facebookról is érkezett pár kérdés, úgyhogy azt röviden, ha nem bánod. Azt hallottam, hogy Magyarország az utóbbi években visszafejlesztette a kibervédelmét, és az oroszok proxiként használják az infrastruktúrát az EU támadására. Mi a helyzet most? Ez igaz-e így? Igen. Ez, ezek a mondatok ezek a, a, ebből a nagyjából most kialakult kis mini balhéból vannak, ugye, ami a külügyminisztériummal kapcsolatos támadás volt, hogy az oroszok mennyire vehették irányítás alá a minisztériumi rendszereket. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy, hogy azt az, az azért nem mondanám, hogy Magyarország így visszafejlesztette ezt a fajta képességét. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy az elmúlt években Magyarország Fordított erre figyelmet, hiszen van nekünk jelenleg kiberhadseregünk, még hogyha nem is olyan hangos, de egyébként egy eléggé fejlett kiberhadsereg van, amiről Kovács László Dandárt tábornok egyébként még a jó előadásokat is tud tartani, tehát az ő ő, ő, ő csapata ezzel foglalkozik. Nyilván vannak például ott van az NK, ugye a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, akinek nagyon gyakran látjuk a megjelenő figyelmeztetéseit, pont olyan dolgokkal foglalkoznak, mint amit most az előbb is beszéltünk, hogy hogy kell jelszavakra vigyázni, Sők, ők be, sőt, ők belül úgynevezett Goffcertként működnek, Ugye a kormányzati eseménykezelő, egy ilyen incidenskezelő központ rendszeresen reagálnak a kormányzaton belül zajló incidensekre. Az, hogy ennek a kultúrája Magyarországon milyen, hogy nyilvánosságra lehet-e ilyet hozni, szokták-e nyilvánosságra hozni, hogy ítédi meg a közvélemény, intelligensen tudja -e kezelni az ilyen nyilvánosságra került információkat, és nem, nem csak sárdoválás lesz a vége, hanem mondjuk. Tehát nem ez az áldozathibáztatós, meg ez a, meg ez a le, lehordós valami. Ezzel viszont problémák vannak. tehát. Én nem csodálkozom azon, hogy Magyarországon mondjuk egy. Egy zártabb körben, mondjuk ilyen kiberbiztonsági szakértői körben, ott időnként vannak olyan információk, amiről látjuk azt, hogy milyen támadások zajlottak Magyarország ellen, és azt hogyan hárították el, de nem csodálkozom azon, hogy ezeket nem pakolják ki naponta a, 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 a sajtónak, mert nem biztos, hogy a szakmán kívüli emberek ezt megfelelő módon tudnák kezelni. Tehát összefoglalva azt mondhatnám, hogy van Magyarországon a kibervédelme, a, az államigazgatásban nagyon sokan dolgoznak azon, hogy hogy biztonságban legyenek az állami rendszerek, és azért az zárójelben megjegyzem, hogy nem olyan régen lement például Magyarországon egy választás, amit hogyha ha egy teljesen védtelen kiberbiztonsági rendszer, vagy teljesen védtelen rendszerről beszéltünk volna, akkor pillanatokon belül szétszették volna a leterheléses támadásokkal, leállításokkal, adathamisításokkal és minden egyebekkel. Tehát azért azt ne gondolja senki, hogy ma Magyarország az teljesen védtelen az ilyenekkel szemben. Az viszont, hogy ez a védelem ez mennyire elég, hogy ennek a szintje elége vagy? Ez nem nem még fokozni, hogy létre kellene el még hozni intézményeket, hogy milyen hálózatot kellene kiépíteni, hogy, hogy, hogy saját technológiákat kéne -e fejleszteni vagy nem? Hogy és tehát Ezekben viszont nagyon komoly belső ö, ö, belső viták zajlanak, és ezeket a és ezeket a belső vitákat ezeket ezekkel folyamatosan ö, folyamatosan szembesülünk mi is. Tehát én azt ö, mondom, hogy, hogy érdemes, ezzel a témával, érdemes ezzel a témával foglalkozni, és érdemes ilyen kérdéseket föltenni, csak, csak a kérdéseknek az ilyen típusú megfogalmazása egy kicsit szerintem túl túlhangolt, vagy nagyon a szélére viszi a, a, a beszélgetést. Köszönöm. Még egy kérdés röviden, hogy trollok. Mit tudunk róluk, honnan tudjuk letiltott és nem letiltott troll felhasználók és weboldalak álhírek? Itthon mit lehet ezekkel kezdeni, vagy mire kell felkészülnünk? Álhírek és trollok. Aha. A dezinformáció az egy nagyon nagyon régi probléma ebben a, ebben a körben. És ezért én azt látom, hogy nagyon sokan nem készültek fel arra, hogy hogyan kell. A, az ilyen jellegű tartalmakat kezelni. Nagyon, nagyon könnyen és gyorsan benyalnak az emberek információkat, nem gondolkodnak ezeknek az információknak az ellenőrzésén a hátterén, és most nem csak azokra az e-mailekre gondolok amikre rákattintanak az emberek, és a, a rákattintás után mondjuk megfertőződik a, a számítógépük, hanem azokra is, amelyeket az interneten fogyasztanak, a Facebookon, vagy bármilyen más csatornán keresztül fogyasztanak. Tehát én azt um, tudom mindenkinek tanácsolni, hogy hogy bármilyen információt hall, még akkor is, hogyha az, ami számára szimpatikus, vagy olyan tartalmat bír, ami, ami, ami neki tetszik, um, mindenképpen folytassa le az úgynevezett forráslenőzést. Ez ugye az új egy ismert technikája, még akkor is, hogyha mostanság egyre nehezebben működik, és nem olyan könnyű ugye egy forrás csak úgy leellenőrizni, hogy na, fölmegyek a valahova, és az majd biztos nem hazudik. Szóval ezt már nagyon nehéz megmondani, de akkor is vannak erre technikák, vannak tényellenőrző cégek, akik bizonyos, főleg nagyobb eseményekről egészen konkrétan megmondják, hogy valami igaz vagy nem igaz. És vannak, vannak sajnos azt kell mondjam, hogy erről nem beszéltünk itt most, de a tényellenőrző cégek is nagyon küzdenek a tempóval, nem tudnak ilyen tempóban naponta több milliárd tiktokos videóval mit kezdeni, de, de az tény, hogy azért ilyenek vannak, tehát ezeket a tényelenőzőket lehet használni. Ami még nagyon hasznos, hogy el kell menni általában az ilyen, meg, meg, kell próbálni, ha az embert valami tényleg nagyon érdekli, meg kell próbálni megtalálni az információ forrását, ezek általában azért előbb-utóbb lenyomozhatók, az interneten néhány kattintás előbb-utóbb megtalálható, illetve mindenkinek nagyon komolyan figyelmébe ajánlom, a Google-nek például ezt a fordított képkereső üzemmódját, amiben bármilyen képet be lehet tenni, meg lehet adni a Google-nek, és az megmondja, hogy az egyébként hol, hol megtalálható még azelőtt. És itt nagyon sok olyan dologra rátalál az ember, most itt a háború elején rengeteg ilyen dezinformációs képet, videót láttunk, amiről kiderült, hogy több éve, öt éve, tíz éve más hat szintereken, más körülmények között készült fotók, képek, videók, kivágott videók, az eredetit más hanggal narrált videók voltak, tehát ezekre is oda kell figyelni. De ha teljesen őszinte akarok lenni, egyre nehezebb lesz ezt megmondani. Most nemrég kaptam én is egy videót, amin sejtjük, hogy van valami olyan, amit oda tettek, ami nem volt eredetileg ott, 15-ször megnéztem, mindig nem vagyok benne biztos, pedig nekem ez a szakmám, úgyhogy lehet, hogy még beletolok majd egy órát, de hát akinek nem ez a szakmája, az nem, az nem biztos, hogy ezeket fel fogja fedezni. Még egy utolsó gondolat, ezért egyre valószínűbb, hogy olyan rendszereket fogunk fejleszteni a jövőben, már a Facebook is dolgozik ilyeneken, és látható máshol is, amelyek képesek lesznek arra, hogy hogy valamilyen százalékban meghatározzák azt, hogy jelenleg védettek vagyunk, vagy nem vagyunk védettek. Bizonyos típusú támadások el, vagy bizonyos jellegű dezinformációt majd meg fognak mondani. Tehát fura lesz, de ugye az a, az a, az a kutatás, ami pár évvel ezelőtt készült, és, és pont azt vizsgálta, hogy mi lesz a jövő, hogy ott az igazság az milyen. Lesz, valószínűleg nem bináris. Tehát, a, tehát az lesz majd a jövő, hogy ránézünk valamire, amiről azt fogja mondani a Meta vagy a Twitter, hogy valami, és egy ez 80%-ban igaz. És akkor azt majd, ha azt a platformot elfogadjuk, mint hiteles platform, mert mondjuk azt mondja, amit mi szeretünk hallani, akkor annak a 80%-ának majd örülni fogunk. Fú, nagyon érdekes gondolatokat osztottál, meg te is, és András is és még rengeteget tudnánk erről beszélgetni, és majdnem minden beszélgetés persze így zárom, de most is így van valóban, úgyhogy szerintem visszavárunk majd egy adott ponton. Most mind a kettőtöknek nagyon köszönöm, és azoknak is a figyelmét köszönöm, akik a Facebookon keresztül közvetítette, majd mi közvetítettünk, de egy figyeltek <laughs> bennünket. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok. Ha visszanéznétek ezt, megtehetitek az összes elemző és megtalálható a Hősöktere Alapítvány YouTube csatornáján. És május van, úgyhogy ne feledkezzetek meg a személyi jövedelmadótok egy százalékáról sem. Köszönjük, ha ezt nekünk ajánljátok, és ha így döntötök, minden információt megtaláltok a weboldalunkon, a hősötere.org-on. És a lényeg, hogy ne feledkezzetek meg róla, a bármelyik civil szervezetnek jól jön ez, és nektek pedig csak három perc minden adományt köszönök én is a Hősötere Alapítvány nevében. Jó éjszakát kívánok!